Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello. Még nyomunk rá egy tapsot. Hello. Sütött a nap. Kicsit odaégtük. Figyelj ezt az arcot, komolyan Facebookra vele. Hallod, konkrétan nem tudok mosolyogni. Kicsit lebarnultam. Kicsit meghúzta. Nem, ez piros. Tehát nem akarlak kiábrándítani, hogy irgalmatlan jó képűségedet még egy gyönyörű barnasággal megfejelted. Ez rákvörös most. Kicsit még megégtünk. Majd hónap után alakul az. Kicsit erősen sikerült a hétvége, igen. Kicsit oda pirítottuk saját magunkat. Nagyon jó. Majd amikor háblani kezd. Igen. Nem. Biztos nem fog. Reméljük. De sajnos fog. Fog? De sajnos fog, igen. Hát igen, szóval nem kellett volna. A napsütés. Nem kellett volna egy napon tartozni. Nem kellett volna annyit áldogálni a grillsütő mellett. Az is volt. Volt? Volt minden. Sport is volt, meg vizezés is volt, úgyhogy minden jó. Jó volt igazából a hétvége. Nektek minden oké? Okay? Jó volt? Jó volt. Hát nálunk kérlek szépen Spencer Hill Fesztivál volt. Tényleg? Igen, hát erről beszéltünk a múltkor. És ráadásul a tizedik, úgyhogy nagyon nagy ünnepi hangulat volt. Vasárnap reggel elindultam 6 órakor bringázni, mondom, még letudom a körömet ugye a hűvösbe. Kérlek szépen megyek a kemping területe mellett, ahol a kívül, a kempingen kívül áll egy ilyen kicsit régebbi, azt hiszem egy nagy BMW volt. Bent 3 fiatal aludt, úgyhogy kilógott a lábuk az ablakon. Ez még semmi, hát nyilván az ember elfárad. Az autó árnyékában aludt egy fiatal, és akit nem tudok földolgozni, a csukott csomagtartón szedán volt, csukott csomagtartón a csávó összekucorodva. Rápihent. Nagyon szépen az. Fies sírtam a röhögéstől, aztán beszéltem egy pár emberrel, akik jöttek vissza, azt mondták, hogy ez évezred bulija volt. Van egy zenekar Magyarországon, aki csak Bud Spencer filmzenéket játszik. Jézus, kérdez, de egész este azt hallgattuk, hogy mági, tí, és ment az. Atya úristen. Azt mondták, hogy soha ennyien még nem voltak, nyilván ez ugye a Bud Spencer halálához is köthető egy picit. Soha ennyien nem voltak. Virsli, sörvirsli verseny, hagymásban, minden mennyiségben, és hát irgalmatlan pörgés, hasonlás versenyek, és egész hétvégén ez ment, tehát ezt hallottad, a kempingből jött a izé, hogy akkor most jönnek a filmes kvíz kérdések, de nem olyat kérdeztek, hogy milyen színű volt a kis homokfutójuk, a kis buggyjuk, érted? Hanem, hogy hány csavar tartott a bal kereket, amit lehet, hogy minden tudni kell, mi? Na, hát nem lehetett. De hát óriási buli volt, mondom, a legszebb ez volt vasárnap reggel, hajnalban mentem, és ezek békésen ott aludtak tündéri, de hogy valaki hogy húzza meg, tehát hogy jut eszedbe, hogy nem mellé fekszel, érted a kocsi? Ez a pont egy oda föl tudsz fekülni. Pont jó. Tudtam. Pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt ez még nekik is megvolt, neked talán nem, mert nem férte hát be se egyben kocsinak a csomagtartójába se, tehát azért vagyunk őszintén bevállalósabbak voltunk is egy pár évtizeddel ezelőtt, ez pont belefér. Nem tudom, de én valahogy mindig mellé kiszámítottam, árnyék, érted, jó lesz, a tűző nap alatt alszol, gyönyörű volt, nagyon jó. Keltem én is Balaton partom, meg vonatállomás. Hát ez hozzá. Hozzátartozott jó kis vonatállomás. Meccset nézte valaki? Én néztem. Én elbúcsúztam, mikor lesérült a Ronaldo, én utána már nem volt kedvem. Elengedtem, ráadásul nagyon csúnya volt, nagyon direkt volt, és mondom, ezek így játszák, ezek a szemét franciák ezt a focit, hogy ketten rámennek, egy eltöri a lábát, még egy rátámaszkodik kicsit direkt. De mondtam, hogy én így nem. Nem nagyon értette az ember, hogy az, hogy mi tovább lap nélkül. Nem volt szép, és én azt mondom, hogy na jó, akkor viszont nyerjenek a portugálok. Innentek ezen nagyon neki drukkolok, és reggel láttam, hogy hál' Isten. Hál' Isten. Már készültek Párizsba, meg buszra. Menni. Jobbra, balra, oké, nyitott, ne, csukott, izé, hány, jó, hol találkozunk, igen, nézőkkel, jó, ki fogja meg először a kupát, stb. Picit előréttek a medvebőrére. Voltak vele, hogy kipipálták a németeket, a világbajnokokat, és akkor azt mondták, hogy hát ez a Portugália, hát ez eset kelt az egész EB tökre alatt. Örülök neki, tökre örülök neki. Kitömjük őket, érte. Tehát az, hogy akkor szálljunk rá gyorsan 3-4-1-re, tudod, és akkor őt edjük ki a forgalomból, aztán, vagy tegyük partvonalra, aztán majd valahogy nyerünk, ez így nem volt. Aki nem látta, ez így nem volt. Érdemes megnézni, tehát annak semmi köze nincsen a labdarúgáshoz. Tehát ez nem egy szerelés volt, az térdel belemenni oldalról a másiknak a térdébe úgy, hogy gyakorlatilag abban simán benne van egy ilyen ütközésben az, hogy akár az
akár a pályafutásra is rámehet, szalagok szakadnak, bármi. Tehát, hogy és más, nagyon rá is távaszkodott kicsit. Igen, és amikor még is közül még egy kicsit még rá is nyomott a más. Szóval azért ott minimum egy, hát nem egyébként nem minimum egy sárgának, egy pirosnak el kellett volna durrania. Nem volt semmi. Nem volt semmi, de hogy nem volt semmi, ezt még fejük meg azzal, hogy nem volt semmi a játékos részéről, hogy nem ment oda a francia, és annyit nem mondott neki, hogy hello, szia, szia. Na, itt kezdtem a portugáloknak dukkolni, mert egyébként nekem kicsit mindegy volt, hogy ki, és aztán én ki is kapcsoltam, mert úgy valahogy nem is érdekelt utána már. De aztán... ez hanyadik percben történt? Hetedik elején? Nem. A hetedikben sérült le, aztán még visszajött. Igen, utána még visszajött. Kiállt, visszát. Fagyasztották és fáslizták, visszajött, de hát azt jelezte, hogy nem tudja vállalni a játékot, tehát sírva vitték le. Igen. Mármint ő sírt, nem azok, akik vitték. Igen, felemelték és esélyt. Úgyhogy tök jó, hogy a portugálok. Tök jó, hogy a portugálok nyertek. Akkor volt nagy örök, még azt hiszem nem nyertek ugye elvét, hogy ez volt az első. Történelmi arany volt. Igen. Már hogy elmentek ez odáig, az is történelmi szerintem, de akkor, ahogy most mondjátok, tényleg megérdemes. Nem nyertek a játék rendes időben. Tehát a rendes játék időben nem nyertek. Igaz, ki sem kaptak, de hogy így el lehetett azért menetelni. Az idegek harca volt. Igen. Ez. Tehát, hogy kibírja a nyomást jobban, hát a portugálok jobban bírták. Akkor most gyászban Franciaország. Igen. Ja, hát ott már tényleg ott már azt mondta, hogy erre menjen a busz, amit Jani is mond, meg útvonal, meg hogy emeljük a kupát, meg a Champs-Élysées nyitott busz, meg nem tudom. Nem volt semmi. Hogy nyilván készülsz rá, tehát ha ott állsz, hogy döntőbe jut a csapatod, akkor biztos, hogy ki kell találni azt, hogy mi lesz, ha nyerünk, srácok. Igen. De hogy ezt nagyon mondod is, na az a ciki, ugye? Tehát, igen, hogy majd figyeljetek, itt tudtok beszállni, és jönnek a hőseink, a fiaink. De nem nyertünk. Nem. Hát én mondtam egyébként, hogy ugye korábban, hogy én a németeknek szurkoltam alapvetően, tehát hogy úgy voltam vele, hogy neki körülnék a legjobban hozzám, ők állnak ugye a legközelebb, vagy álltak a legközelebb. Aztán ott volt egy-két olyan kis véleményes dolog, amiért úgy gondoltam, hogy nem annyira szimpatikus nekem ez a francia válogatott, tehát erre még rádobtak egy lapot ezzel a Ronaldo elleni szabálytalankodással is. Semmi szeretető nincs bennük egyébként. Valahogy nekem nem. Semmi szeretető nincs bennük szerintem. Nem. A sajtjaik jó. Igen, az igaz. Jó. Fantasztikus történelmük van, hihetetlen kastélyék, a Loire mentén. Igen. Keveset tettek ezért a mostani foci csapat, de akkor is. De valahogy tényleg, szóval, hogy úgy nincs egy ilyen szívvel élekkel csávó, akit úgy kedvelnél. Nekem valahogy nem. Érdekes egyébként, hogy még az a Pepe sem volt durva, ugye a portugál válogatottban, aki hírhet volt hosszú éveken keresztül arról, hogy egy mészáros volt a pályán, tehát hogy irgalmatlanul durva volt, nagyon-nagyon sok csúnya szabálytalansága volt, fel kell menni a videó, megosztó portálokra, és olyanokat lehet látni, hogy tényleg. Tehát, és most rendesen játszott. És alázattal, tisztességesen végigrobotolt az egészet, a meccsember is ő lett. És ő meg tudott változni, tényleg be tudott nőni a feje lágya ennyi év után, és nagyon-nagyon szimpatikus volt végig, egészen meglepő. Mondtam is Móninak otthon, hogy én nem gondoltam volna, hogy a Pepére bármikor is azt fogom mondani, hogy szimpatikus, mert egy igazi gyökér volt, tehát hogy korábban, borzalmas volt. És Ronaldo vette át a kupát? Bejött? Igen, besántikált. Besántikált, persze, hát azért ő a csapi kapi, vagy hát ő volt, persze, hát azért azt ő vett, tehát én bírom azt a Ronaldót egyébként. Úgyhogy örülök, hogy ők nyertek, tényleg. A franciák meg ennyi. Ne, úgy nem tudnak más csak zabálni, meg bujákodni. Amivel önmagában mind a kettő ennyit tudunk érteni, és csatlakoznák is bármikor. A családi lapotom kell lehetővé tenni, de... Sajnos csak messziről nézzük az eseményeket. Igen. Forma 1, ezt gondolom senki, nem? Hát ugye? Csak nem érdekli. Tudunk róla, hogy hatalmas is volt ugye a brit nagy díjon is. Hogy ment a kapkodás elég rendesen, és Hamiltonnak sikerült ugye behúzni a győzelmet. Akkor ő meg Rosberg is van, kapott nem? Egy kis, egy pontra közelítette meg Rosberget. Jó közel, még Rosberg vezet, igen, de... Igen, és kapott egy másodiként ért be a Rosberg, de kapott egy 10 másodperces büntetést, aminek a következtében a harmadik helyre szorult vissza. De ez utólag kapta? Utólag. Ez olyan érthetetlen, nem? Hogy bemész második, vagy azt mondja, hogy yes, még kapsz is. És kapsz 10 másodperces. Belábiózott akkor... ugyanis a csapatnak, mert hogy nem volt elégedett a beállításokkal, aztán dumált egy kicsit a mérnökökkel, ennek a következménye lett az, hogy... Nem beszélt szépen? Nem, csak vagy beállítási, hogy kért különböző információkat, hogyan tudná az autónak a beállításait egy picit kijavítani, mert nem volt velük elégedett, a mérnökök megadták ezt a kereformációt. Nem, aztán már tiltják ezt a rádiós forgalmat. Fia meg megadták. Lehetett, és akkor utána meg már nem lehet. Aha. Egy ideje. Azt hittem nem lehet álligatni, de akkor szabad, csak a nem kérhetsz hozzá segítséget. Te ott magadnak állíthatsz, igen, csak már nincs, tehát betiltották ezt a rádiózást, hogy tényleg azért valami a pilótákon is múljon. Ne csak a mérnökökön bent. Egyébként. Na mindegy, igen, nekem is az mágyvárat történet ez a Forma 1, úgyhogy én se nagyon nézem.
Vagy néztem igazából. Roger nem nyert. Hát ehhez. Hát megy haza, vagy már haza ment. Már haza is ment. Már az egész sportágból. Ez már leszálló ág, gyerekek, ne fogadj rá. Elvitte a tippixemet is, úgyhogy. Igen? Hát igen, ja. Megtettem egy kevés kivel. Sokan sírnak most. Én azt hittem, hogy megveri a Raonicot, de hát ő rontott el, szóval, hogy... Fáradtka volt? Vagy... Nem, bréklabdája volt, vezethetett volna két nyercet után ott, mint 4-1-re vezethetett volna az a döntőszedbe, vagy a harmadik, vagy negyedik szedbe, vagy mit tudom én. Szóval a lényeg, hogy... Aha, elizgulta. Elbénázta, mert ott volt a kezében. Ott volt a kezében, hogy döntőt játszott. De az a baj, hogy ezek a srácok, meg a Mőri is, meg a Gyoko is mindig ott lesznek. Tehát, hogy... Ilyen sansza nem lesz többet. Na. Ilyen sansza nem lesz többet. Néztem tegnap Mőrit, hát sima áramszedbe. Bedarált a Raonicot. És nem próbáltad visszahozni a kis lóvédat? Na, arra már nem tettem. Már nem olyan mi? Na, arra már nem tettem, mert Börit meg lehetett volna, mert egyértelmű volt, hogy megnyeri, de nem. Rogernek nem lesz többet ilyen sansza soha. Szerintem, hogy nincs Nadal, nincs Gyoko, ez kész. Ezt szerintem ő is tudja, hogy ez itt ment el. Ez itt ment el. De van neki Wimbledonja, nem? Van, hát persze, meg persze. Még persze, egy már első fért van, plusz polcot kell csináltatni a nappaliban. Igen, van neki. Az... Szegény babosti miék is összeakadtak a Williams lányokkal. Hú, de jól játszottak pedig. Hát fiatalod, hogy örültek? Láttad, amikor hogy másodikak lettek? Hát mondjuk, hogy nagyon nagy szó, nagyon nagy szó. A Williams testvérek fölmész a pályára. Ráadásul ott is persze bréklabdájuk volt, szóval, hogy elvették volna a Williams lányok adogatását. Én azt láttam. A fiúkat, vagy mi a lányokat mellett szemben. Igen. A Vénusz még csak-csak, hát a Serena, ő nem tudom, mivel fog. A Willendorfi Vénusz testvérekkel összeakadni. Én nem tudom, mivel tolják. De azért a VIP Páholy Wimbledoni döntőben azért az szerény volt. Tehát ott ült a Anglia még most jelenlegi miniszterelnöke, ott ült a királyházas pár, Katalin és ugye a Vilmos. Hátul ült a Bradley Cooper, mellette ült a nem tudom milyen színész, ott ült a Beckham, tehát egy erős, igen, erős páholy volt. És ott ült két Hells Angels motoros, és rossz helyre szólt a jegy. Ők nem értették, hogy csinálhatnak. Sok jól öltözött ember között, jól öltözött ember között csinálnak. Szóval Vip Páholy azért elég erős, erősen nézett ki Wimbledonban. Na jó van, oké. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk pénteken, a szakítós buliról beszélgettünk. Mert hogy ugye pénteken rendeztek egy szakítós bulit a Blaha Lujza tér melletti egyik szórakozóhelyben, mi pedig megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen lehet egy ilyen szakítós buli, úgyhogy ezt megmutatjuk. És új hét kezdődik, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, hát csúnyán kikaptunk a múlt héten. Nem, nagyon szépen odaadtuk a hetet, így is lehet mondani, igen. Odaadtuk a hetet, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, ha játszanátok velünk. Indítsuk már is az SMS falat, úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk pontosan, 51 perccel egy soha nem hallott dal után. Itt vagyunk már is. Hallottátok az új Gütyülgenget? Még nem. Az Indul a péntek. A címen megint nagyot alkottak. Meghallgathatjuk majd. Jó, a címe az sokat sejtető. Meg a családtagjaiba. Már jelezték a múlt héten, hogy van új Gütyülgen. Mondtam, hogy igen, mondom, hogy az sokat kivesz belőlem a nap, úgyhogy most nem futnék meg. De mit mondani, mi a címe? Miért utalad? Indul a péntek. Hát, indul a péntek. Buliba hívós. Hát akkor tudjuk, hogy melyik nap fogjuk lejátszani. Meghallgatjuk. Jó, köszönjük. Nem láttuk, de akkor kíváncsian várjuk. Meghallgatjuk majd együtt veletek, addig bele se hallgatunk. Na bele kell, mert ha nagyon ronda szó van benne, akkor azt nekünk át kell kérdezni, egy kicsit meghallgatni előre. Na jó, játszunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, hellóztok! Szia! Ciao, hello. Krisztián, hello Krisztián, honnan hívtál minket? Furtáról, Berettyóújfalu mellől. Berettyóújfalu, és mit csinálsz arra felé? Hát én juhász vagyok. Ó, ez egy viszont ősi mesterség ez. Azt a mindenit. És ez még van. Juhász vagy, és most is kint vagy? Most is kint vagyok, Hogy bírják az állatok ezt a rettenetes őséget? Hát jól bírják, mert a hűvösbe legeltetek. Reggel olyan 5-9-ig, meg este a hűvösbe. És mivel? Kikkel vagy kint? Vagy mivel vagy kint? Hát figyelj, én kocsival járok ki. Nem úgy, milyen állatokkal, úgy értem. Ja, csak birka van. Egy hatos birka. Egy hatos asztrál. 250 darab birka, meg két kutya. Az igen. Egy ladanívával. Milyen kutyák? Őshonos magyarok?
Ezek az egyik német puli, a másik meg ilyen német puli, meg pumi keverék. Na jó, szokás. Pumi puli, a legjobb terelők. A legjobb terelők. A legjobb. Okos kis kutyák. Mondom ezt, mint értenék hozzá. Igen. Kivel játszanál? Hát Ferivel. Ez az. De amúgy Jani a favoritom, mert így a... Ah, de ő túl jó, ezért engem kinyit. Világos. Igen, igen. Jó, jó. Na indulunk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Akarsz kérdezni, Krisztián? Akarok kérdezni. Mikor voltál utoljára disznótorban? Februárban. Februárban. Én most vágok 20-án. Nyáron? Nyáron, hát muszáj, kell a szalonnasítni való. Megromlik a hús, te ember. De hogy romlik, van fagyasztó. Igaz, mondjuk. Kecskét, figyelj csak, kecskét sütöttem tegnap. Kecskében otthon vagy? Nagyon finom a húsa. Finom rágós éget. Lett. Elrontottam valami? Nem jól főzted meg. Nem jól főzted meg. Ajjajjaj, nem jól főzted meg. Mennyire lésem vagy te, Jani, mennyire lésem vagy. Jó, gyerek volt a kettő. De kár. Szép egyéres volt egyébként. Ki mondtam a nemet? Bassza meg. Ki? Azt, és még azt is kimondta. Fáját neki. A kutya fáját, hogy a macska rúgja meg. Nem jól főzted meg, nem jól főzted meg. Kicsúszott még valami más is, igen. Lesz egy darabig. Nem, azért örülünk itt, meg tapsolunk meg minden, hát már. De jó. Olyanok vagyunk, mint a portugálok tegnap Lisszabonban. Már örömtüzek jutottak. Ja, minden örülünk. Francia. Olyanok voltak a Nem, mint a portugálok Lisszabonban. De a franciák érted ok nélkül örültek. Ja, nem, mint a portugálok Lisszabonban, akik megnyerték. Ja, érted, ja, jó. Vagy mint a franciák, akik előre menedzselték, hogy merre megy majd a busz. Igen. Jól van, figyelj ide, hát akkor elbúcsúzunk. Ne haragudj. Jó reggelt nektek, további szép napot. Szia, viszont. Ciao, ciao, hello. Hát akkor... 1-0. Menni kell, azért ránk jönnek még itt a végén. Na jó. Okkerka, köszönjük szépen. Nem tudom mit, de azt köszönjük. Német puli. Nagyon ez a német puli, ez olyan, mint az osztrák kuruc, nem? Tehát olyan füré. Magyar lapot. Tehát a furán hang. Igen, osztrák kuruc. 5 perc a 7 óra, illetve már csak 4 perc múlva. Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek. Öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Drága kívánunk. Mindenkinek. Itt vagyunk, azt mondja, Oti, balázsolj nekünk valami szépet. Ó, hát ebből dalt kell. Ebből dalt kellene, dalt kellene írni. Balázsolj nekünk. Figyeljetek, lehet róla szó, nyitott vagyok valamire, hogy ne a megszokott zenék szóljanak. Valami kis... Na. Kicsit belenyúlhatunk a hétfőbe, hogy izgalmasabb legyen, mielőtt itt ránk tör ez a nagyon sokat emlegetett hideg front szerdán, amivel most már ijeszgetek benne. Még megérünk a 38-ban. Az még jól is fog esni. Szerintem. Figyeljetek, én nem tudom, én ritkán vagyok kibékülve az időjárásra, de én rájöttem, hogy én ilyen országban akarok élni, ahol ennyi fok van. Engem egyre jobban nem zavar ez a meleg. Uh-huh. Tehát amikor 8-kor még bringázol a gyerekkel, még süt a nap, érzed, hogy az akkumulátorai töltődnek, hogy valahogy ne, egyszer nem tudom, egyre jobban bírom. Régen utáltam a meleget. És már most azon szorongok, hogy nem sokára hideg lesz. Minden nap megnézem azt a rohadt órát, hogy hány órakor van sötét. Tegnap egy nagyon nagy teniszmeccsről jöttem haza 9-kor. Megint megállapítottam, hogy már megint elő sötétedik mindkét napja. De hogy ez a jó. Amikor egy kis atlétában még 3-4-9-kor ütöd a lasztit, és világos van, és jó idő van, nem? És utána picit följebb teszed a lékkondit a kocsit. Biztos, hogy nem voltál atlétában. De, én újatlanban nyomtam. De. Kis atlétában. Hát nem, jó, azért nem a te típusú atlétában. Nem, azért nem, azért a piros, sűkos szélű honvédségi atlétában. Egy brutál polisz atléta. Tehát biztos, hogy jól áll. Hát, hogy azért ne azt képzeld el, hogy egy ilyen kinyújt, ilyen apám elhozott benne hat karton kőbányait. Ganzmávak felirattal kis csikosban. Tehát nem, de abban nyomtam újatlan atlétában. Teniszeztem tegnap, és egyszerűen ez az időjárás kell a embernek. Ez a jó. Úgy lemehet, mondjuk télen lemegy egy 20-ra, az nem baj. Igen. Ugye? 15-20 fokra, és akkor nyáron 30. Ez kell nekünk, 30. Ez kell nekünk. A 15%-os áfa. Az is kell nekünk, a 15%-os áfa is kell nekünk, de hogy
hogy tényleg, szóval amikor jön a hűvös, meg jön a nyálkás, meg esik, valahogy annyira jó, nem? El is megy a kedved mindentől, az esőbe, a csúszós, a ködös, ősszel, télen, ez a takony, ami itt van most ráadásul már... Főleg a takony. Már nem úgy, ez az itt taknyos idő. Az a sok takony. Nem, hogy nincs hó, érted? Hogy még az sincs, hogy rendes tél van, hogy szánkózol, hogy befagy a tó, akkor korcsolyázol. Csak akkor legyen hó. Igen. Valami akkor legyen, de nincsen. Nincsen. Így viszont most, hát ez a tegnapi időjárás is. Szóval jön a hidegfront majd szerdán, de addig ma meg holnap még kánikula lesz, és azt mondják, hogy most már ha szokjunk hozzá. Szokjunk hozzá, engem nem érdekel. Engem már áthúz a héten az az ő darab trónokharc, ami már ott figyel. A számítógépemen szerdán megyek szemműtétre, illetve nem szemműtétre, csak szemvizsgálatra. Na! Szemklinikára. Tényleg? Két órás vizsgálat, aminek a végére remélem nem azt fogják mondani, mert felvilágosítottak róla, hogy simán benne van a pakliban, hogy azt fogják mondani, hogy alkalmatlan, mert hogy a felét általában szokták tanácsolni azoknak, akik mennek. Jó, de nyugtass meg, ha alkalmas vagy, ingyé csinálják, nem? Tehát... Jaj, de szeretlek te! Legszak, figyelj ide! Tessék? Lexus jön, na, augusztusban hozom el, úgyhogy... Nagyon helyes. Nagyon helyes. Te is majd villancsával zárkóz, jó? Gyerekek, ne felejtsétek el, tarhát, ecet. Így van, erre a kis erőre most már minek szerénkedjünk. Figyeljetek, mit csináljunk, ha szeretnek bennünket? Hát nem tudunk mit csinálni, basszus, hát legyünk őszintén, kiugrana el azon ajánlat elől, hogy János... Lökjük el az ölelő kezeket! János, gyere el hozzánk, ingyen megcsináltatjuk a szemedet. Vagy Bali, itt van egy autó, próbáld ki egy kicsit, szeretjük a műsort, szeretünk benneteket. Hát, hát most kértél-e valaha valamit? Hát hoztam én valaha, hogy adjátok. Én kértem, hiába erőszakoskodtam, mondtam, hogy nem, ne haragudjatok, tényleg ezt nem fogadhatom el, aztán megtárcsáztam. És elmentél hozzájuk, és, nem, a recepció direkt háromszor neki mentél a falnak, hogy lássák, hogy tényleg megint kiszolgáltatod, hogy János, ne arra, jaj, bocsánat, már kicsit rosszul látok, János az a férfi, jaj, bocsánat, megint neki mentél. Lássák, hogy tényleg egy idős, rosszul látó emberről van szó. Az, nem? A baj, az a baj, a fejed, az hogy most így hogy beszélhetnénk mellé, meg mondhatnám azt, hogy á, nem, de hogy is, de basszus, ilyen 7 óra magasságában, 8 óra magasságában annyira fáradt már a szemem, hogy egyszerűen tényleg nem látok semmit jó formát. Tehát és fáradtan nem lehet műsort vezetni. Állam. Igenis, ha tudnak. Már nem akkor... reggel 7, hanem este 7. Ja. Gondolom, kicsit még ráteszek, végül meg. Reggel 7, na, én most például nem látok semmit. Most már fél szemedre vak vagy, és 8-ra már mindkét szemedre teljesen vak vagy. Hát lehet így élni? Szörnyű. Hát életed? Szörnyű. És ha azt mondják, hogy oké, akkor megcsináltatod? Hát persze, hogy megcsináltam. Hát miért ne? Persze. Miért ne csináltam? Kicsit itt fog ülni napszemüvegbe egy pár napig, de utána... Egyszerűen, de egyébként, ha azt mondják, hogy nem gratis, akkor is megcsináltam tök mindent. Dehogy! Nekem, dehogy! Nem az a baj, hogy csak az lesz belőle. Dehogy mondják. Hogy mondanának ilyet? Egy ilyen rendes klinika. Hallottátok, mit mondta? Kapjátok össze magatok. Csak nem akarnatok megbántani téged ezzel, hogy azt mondják, hogy János, ezt ki kell fizetni. Ugye? Hát most érted. Fúj, ez a csú, mindig az a csúnya kes. Hát hagyjuk persze, már. Persze, hát érted. Nem. Szeretet. Szólja minden a szeretetről. A szeretetről jut az eszembe. Olyan tiramisút csináltam a hétvégén. Most igazán büszke voltam rá. Nagyon jól sikerült. Miért hozol ilyenkor még egy kicsit? A kis lányom is, aki azért meglehetősen jó képességekkel rendelkezik azon a téren, hogy hogy kell az apjának az önbizalmát romba döntenie. És akkor kb. Ez szokott lenni a reakció. Készere, nekem is ilyen főzős hétvégén volt. Nem voltunk sehol, csak így jöttünk, mentünk, meg otthon voltunk, és én is főztem. És mik készültek? Mesélj! Képzeld el, bementem a henteshez, vettem egy gyönyörű szép oldalas. Az anyja úristen! Letakartam, tettem mellé minden finomságot, megfűszereztem, és 6 órára, ahogy mondtad, belöktem egy ilyen laza 130 fokra. Aztán 6 óra után leszedtem róla a tetejét, megöntöztem egy ilyen édes, savanyú, csillis barbecue szószal. 6 óra után? 6 óra 130 fokon letakarva. Hát délre nem lett készülő. 3 órakor ebédelt a család, de nem volt baj. Megfeledkeztél róla? Gyerek fél kettőkor már kavicsot evett. A második szetnél van egy furcsa érzésem támad. Valamit szerintem elfelejtett. Igen. Viki szólt, hogy füstöl a sütő. 3 órakor megöntöztem egy ilyen friss barbecue szószal, egy ilyen fokhagymás, kicsit füstítő barbecue szószal. Fél órára még 2-20-ra belöktem, ráégett, rápirult ez a kis barbecue szósz. Csináltam egy túrótortát még. Nem tudom, mi volt velem. Aztán elmentünk a becsinálni. Aztán az egészet kidobtuk. Igen, és rendeltünk pizzát. Rendeltünk két sogókút, egy girosztálat. Szóval, hogy nem tudom, mi volt. Fincsi-vincsi volt? Jól sikerült. Most nekem a Feri azt tanácsolta, hogy... Ja, és megcsináltam Feri bögre tésztáját, bocsánat. Na, jó lett?
Megcsináltam. Jó lett. Ja, hát jó lett. Megyet. Azt mondta a főnök, megyet kell belerakni. Nem reszkírozok egy őszi malackkal. Mi van az utcában, érted? Egy kompottal, egy nem tudom valami. Azt mondta, megyet kell belerakni, én megyet rakok bele. Bögre liszt, bögre három tojás, minden volt. És ment az és is. Látod? Nézd, csináltam meg egy kis masszát, beöntöttem egy kis masszát, nem szeretem, inkább a Raikönet. De beleöntöttem ezt a masszát, benyomtam a sütőbe. Tökéletes. Ha a szomszéd előszeded a medgyet, akkor azt szabad vagy tilos, ha kint van a fája? Na, ez egy jó kérdés, mert mindig Bennyvel megyünk, és ahol lehet cserkózni. Hát de most nem azért van. Én azt hiszem, hogy ha kint van, akkor eheted. Így most nem olyan jó, mert hát, hogy Balázs is mondta, ez egy később sötétedik, de szerintem szürkületben azért bocsánatos bűn, nem? Szerintem a szomszéd fája kint van. Akkor lehet. Akkor azt eheted, csak nem? Már nagy vita az volt. Az már közterület, igen? Nem? Vagy aha, ez még a tiéd, ami a házad előtt van? Hát nem tudom. Nem, ezt úgy kell csinálni, hogy mert ha a földről szedett fel, akkor szerintem nincsen vele semmiféle probléma, mert az csak ugye a közterületet károsítja. Neki kell söprögetnie, kapirgálni. Hát azért, mert szerintem csináld azt, és egyébként ez egy nagyon jó módszer erre, hogy rögtön tudjad, hogy melyik az életed, egy picit odamész, belerúgsz egyet a fának az oldalába, lepotyog róla rögtön 3,5 kg a legérettebbek, és utána pedig felszeded, a földről szedted fel. Nem. Van egy olyan néni, bocsánat, csak aki olyan, hogy már lassítok a gyerekkel, és üvöltözik, hogy menjünk onnan. Ugye? Direkt mindig oda megyünk és bosszantjuk. És ez kedves gesztus. De ne üvöltözzön már, mert lassabban megyek. Azt hiszi, van egy diófája, meg egy megyfája, és azt hiszi, hogy én meg akarom enni. Persze, nyilván meg akarom enni. És szerintem ismert téged. Mindig úgy kommandózunk, hogy hát, ha nincs ott a néni. Már hallja, hogy bringások mennek, és már üvöltözik, hogyha ellopod a megyfámat. Valószínűleg egy kicsit szketyós a néni. És nem, csak évek óta gondozza azokat, és azt gondolja, hogy esetleg lesz belőlem valamilyen térire, de így nem. De meg akarom neki magyarázni, hogy ne legyen már meggyiri, nem tud vele mit csinálni. Ha már elrakott 6 üveget befőtnek, már van 400 kiló diója, hagyjon már egy kicsit nekünk is belőle. Mert hát most két marékkal, két marékkal leszed, hát lesz attól baja. Nem hát, lesz. Nem, mondjuk csak mindenki, aki arra megy, két marékkal leszed, akkor sukorom voltunk mi is a múlt héten, és akkor ott volt a pisztolyjal való fenyegetőzés, az, vagy puskával, hogy lelőlek, te briganti. Jó, csak nálatok nem járnak rá még a fára. A doszboték, a hajdó. Mindenki, aki arra jár. A bocskorék az. De most tényleg egyébként van egy megyfád, ami ad neked, nem tudom, 100 kiló megyet. Most arra megy valaki egy kedves szőkeű gyerekkel. És vidáman a gyerek fogja. Mint egy pajzsot tartja magát. Vidáman a gyerek. Gyereknek lesz, nem nekem. Én nem eszem belőle, a gyerek viszont nagyon éhes. Haj egy kölykölgéma. Kicsit fölül a megyfára, vagy a cserkófára, kicsit ott vidáman dumálunk, köpködjük közben a cserkómagokat. Én föl is másztatom. A gyereknél fölül a fára, lógatja a lábát, beszélgetünk, és akkor cserkózunk. Én vagyok, az nem ismerünk a tévéből. De már ez a néni volt. Szóval nekem lenne egy cserkom, én leszedném azt, ami kell nekem, elraknám, befőtnek, lekvárnak, mi itt tudom, mit lehet a cseresznyéből csinálni. Rakja ki a kasztisok vízére, a szélére a kerítésnek. De nem tudja leszedni, mert addigra te leszedted, érted? Az utcán járó összes ember, aki már ahogy látják, hogy picit piroslik, akkor tépi le. Mi már zölden megesszük. Csak mondom, hogy egyébként a zöld ion nagyon jó, egyébként azt is el lehet tenni. Csak mondom, hogy ne várjátok meg, amíg beérik. Már most szedjétek le homályt. Az a baj, hogy nem ti vagytok az egyetlenek valószínűleg. Tehát, hogy még vagy 20-an odajának, és mindenki azt mondja, most ez a fél kilót sajnálja! Szibirtyó! Vézi. Érted, és szegény meg valószínűleg arra vár, hogy hát, ha lesz belőle valami. Nem, kettős. Azt kettős az öreg. Kettős? Persze. Csöngesbe kérdezz meg. Ne haragudjon néni. Csak a kettősnek tetszik. Kettősnek tetszik. Kettősnek. De félek már, hogy beszerzett valami puskát egyébként. Tehát, hogy meg ne lepődjetek egyszer. 88 millis német légelhárító üteget. Persze. Félek tőle. Na most akkor ki a fa? Na ez az. De ha te gondozod, és te ültetted, akkor a tiéd, akkor érted, de ha kerítésen kívül van, akkor elérhető mindenki számára. És ha van egy fád, ami átlóg egy kicsit a szomszédban? Figyeljetek, igazából ez csak annak szokott problémát jelenteni, meg alapvetően az veti fel ezt a kérdést, aki lopja a más gyümölcsét. Tehát valahogy nem sok. Lopjuk. Dehogy nem. Ez lopás, hogy szegény Bennyvel. Ja, szegényben, már te is a gyerekkel jössz? Én mindig viszek még plusz gyereket, ha arra jár. De hogy tényleg a gyerek megézik, és egy marék cseresznyét leveszel. Sajnálod tőle? Lopás. Ha, bocsánat. Sajnálod tőle? Hát ne legyen egy cserkújri. Az a lopás, egy marék cseresznye. És ha ott hal meg az a szegény gyerek, éhen szomjon. Ja.
Itt már ilyető sztori, de keverjünk még bele valamit. Vagy hazaviszek pár cserkómagot, és elpöckölöm a kertbe, abból lesz cserkófa, vagy ez csak legenda? Soha az soha a büdös életben nem lesz, nem? Hát hiszen akkor a leesett cseresznyékből, ugye? De akkor miből lesz a cseresznyefa? Másik cseresznyefából. Igen? Aha. Uh-huh. Nem két, a magból, nem lesz? Biztos nem zsenge paradicsom palántából. Na meghallgatjuk a Gütyülgenget? Egy kicsit belehallgatunk? Van új Gütyülgeng nóta. Hallgassunk bele. Jó van. Indul a péntek official music videó. Tényleg? Egy brutál nagy mercit látok a képen. Gondolom így... Most beújítottok akkor valahonnan. Valahonnan betámogatta őket. Szóval a Gütyülgeng, hát őket nagyon szeretjük, és... Vagy ez lehet, hogy az előző számból jött össze, amit mi is hype-oltunk? Nagyon sokat játszottuk mi is egyébként, igen. Te is látod a mergát? Igen. Fura, hogy ki van bélelve a srác alatt az ülés, hogy nehogy összecsúnyázza. Az egy vajbőr, tesó. Nem az ott egy vajbőr. Ez a vajbőr? Ez a vajbőr. Basszus, ez a srác biztos nem lopja a meggyet. Na, figyeljen mindenki. Új Gütyülgeng nóta. Én nem tudom, ők honnan, hova valósiak. Gütyűről. Tényleg? Szerintem. Ja, azért tényleg simán. Igen. Igen. Nem, szerintem a Gütyül az egy városrész, egy településen hát belül. Gütyül. Hát akkor Gütyülön. Igen, de egyébként, ja. Na, Gütyülgeng. Hát rész. Újabb Gütyülgeng nóta, figyelj mindenki. Vedd már föl, Juli Récz. Halló? Szavasz, haver, kéne egy fura Gütyülgengnek. Gütyülgeng? Uh-huh. És hova? A pappa. Megyek, indulok, csak. Hát már érdemes kielemezni egyébként, egy brutál, vagy nem tudom, merci kupéba ül valaki szlovák rendszámmal, a KN, ahogy kell, ugye? Nagyon jó, és hívják a srácok, hogy kéne egy fuvar. Majd a mercis emberünk elindul. Elindul szállítani a Gütyülgenget, nagyon jó. Nem fogom mindenhol megállítani. Igen. Régi CL kupé. Hú. Micsoda alap. Hát hogy szól? Tedd fel a kezed, Jani! Vége a melónok, végre itt van a péntek. Ledobom a társamat, osztrál lépek. Az eső parti előtt, a spandokkal egy kondi. A héten már 80 kilóval kéne nyomkodni. Választó edzés után, go haza és zuhany. Megint kibarogatnak a neten, ugyan. Ilyennekkel most nincs idő foglalkozni. Összeszedem a genget irány szórakozni. Már vétele óta, ezt a napot várom. Megjött a spanom, az ablakból látom. Kinyitom a szeknét, felveszem az új szettem. Nyakamban a nyaklánc, felmen a furkáppám. Lenémítom, mert ma a telefon nem kell. Az értesítésekre ránézek majd reggel. Beülök a Verdába, egyes majd. Nem bírom őket. Ezen a péntek este csak is így menetünk. Ladával a faluba, ladával. Ez jó. Dübörög a basszus, élnek a fények. Dobáljuk a zsetonokat, lőjük a képek. Durognak a verdák, füstölnek a kerekek. Így érkezik a bába a Gütyüligen gyerekek. Csak is a miénk lesz, ez a péntek este. Ez a péntek este, ez a péntek este. Indulok a pápa, a pókert is viszem. Ennél külön teljes a péntek este hiszem. Szevászatom a közepette játszom a játszmát. A bola a kezembe, osztott is a gyászpárt. Emellem a tétet, a parti az enyém. A skuba még tuvált, gyerünk tesó tegyél. Annyi már a zseton, hogy olid mondok inkább. Erre a sikerre, iszok egy pár inkább. Szeretnénk a feket, itt nézzük a pápa. Előtt tették Szárad Magyarországa. Szurkolunk a srácokért, zászlókkal kezekben. Várjuk, hogy a háló egy dzsúdzságot rezegjen. Boldogságért nem is kell menni olyan messze. Indul a péntek, ma nem számít. Jobb, mint az első. Sokkal. Jobb, mint az első. Viccesebb volt az első. Igen. Ez profi. Profi. Sajnos, látszok, jók vagytok, így már nem érdekes. Az vagy túl jók lettetek. Igen. Az az amatőr báj egy picit eltűnt. Ha valaki tud Gütyülgen koncertről, akkor az értesítse már bennünket, mert még én azt mondjuk, megnézném. Aréna koncert Gütyül Havasi mellett, lehet? Aha. Dupla aréna koncert érik decemberben? Ákos már nem is tud fölépni az arénába, meg kiszorított a Gütyülgen. Nincs már hely. Igen, szóval, hogy elvesztették azon kedves aranyos bájukat, amiért ők szeretetőek voltak. Ez már túl jó. Túl jó. Mondjuk az a lila presszó belül narancsárga falakkal, uh-huh. Gyerekek, hát azért a szenzációs. Tehát érdemes megnézni a klipet, egy nagy retró. Ez egy vidám kis nyári. Igen, de már nyári, egy kicsit talán túl jó. Nyári zenécske, nyári klipecske, meg a szöveg is olyan kis vidám, megjött az önbizalom. Meg. Az előzőnél még azt éreztem, hogy azért ott nyerseség van, keménység. Az életüket is megtalálta. Megtaposta. Igen, hát ez már itt túl jó. De nem rossz, hallgatható.
Na, és azt láttátok, bocsánat, teljesen más. Akartok, akkor elválasztjuk gyorsan egy lónyerítéssel. Ja, várj, de nem, leállítjuk, akkor őket bezárjuk. Szóval, amikor a TV2 jósnője majdnem felgyújtotta saját magát, mert jósolt, azt láttátok? De, miért kettőzet gyújtott? A lángokból jósolt. Mert ő ott lángokból jósolt, és konkrétan majdnem felgyújtotta a stúdiót. Hát azt a videót is nagyon szerettem, ezt majd felrakjuk a Facebookra, meg tudjátok nézni. Az üzemi balesetnek minősül, ha elégeted magad a jóslás közben? Kivéve, ha tudtál róla. Ja, megint, ha tudtad, nem tudom. Hát, ha tűzimádó vagy, vagy valami ilyesmi, most arra gondolsz, hogy ilyen, hogy szokták ezt mondani, hogy... Mehetsz-e betegszabadságra, táppénzre? Ja, hát, ha fizet, akkor miért ne? Mondjuk ebben azért ő ennyi szorgos benne volt. Igen. Tehát, hogy itt nem egy vétlen áldozatról van szó. Hogy gyullasztja meg magát? Leönti magát egy kanna benzinnek. Igen, de egyébként a csaj vérprofil reagálja le a dolgot, hogy megmutatom, ez hogy nézett ki. Hát nyilván látni kéne, jön a TV Jós, ez egy asztrovilágban volt. Nincs hangja? Lassan úszik be. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nem lehet. Ma én jöttem el önökhöz, és elhoztam a tüzet, és ezt a tüzet be is robbantottam. Ez volt a videó. Egyébként halálosan profi reagálja le a csaj. Meggyullad mellette. Valami tüzet hoz, olyan asztrovilágból valami tüzet hoz be, és az a tűz az ott puffan egy olyan óriási, hogy a csajnak majdnem ránk a kapaját. De egyébként egészen oldja meg, hogy ezt a tüzet ő be is lobbantotta. Jó, olyan nagy tűz egyébként. Olyan nagy tűz nem volt. Álljátok, ezt itt kinyomom. Ez annak a tipikus esete, amikor mész frankizve valahol, elesel, és direkt csináltam? Igen. Vagy és kész belőle egy bukfencel. Voilà! Vajola! Tessék! Vajola! Csináld után? Elhoztam a tüzet, és ezt a tüzetbe is. És ezt a tüzetbe is robbantottam. Jó van, na gyorsan nézzünk egy-két SMS-t még a Gütyülgenkhez kapcsolódva, illetve a cseresznyelopásokra, amik jöttek, viszont előtte gyorsan egy-két fontos trafi. Kiskörös és Oltvadkert közötti útszakaszon felborult egy kamion, vigyázom mindenki, ráadásul nagy a dugó. Gaben küldte nekünk, M5 belterületén van egy trafipax, ezt Melinda küldte nekünk, és azt mondja, hogy Kopházánál van egy baleset, postás kamion sprinterrel ütközött, egy sáv járható, ezt Kummer küldte nekünk. Kummer, nagyon jó becenév. Illetve a biciklis gázoltak szegényként Répcelakon, a 86-os főútnál, a vasúti átjárónál, ezt Gábor üzente, ott is van egy kis dugó. Na, azt mondja, hogy kedves Balázs, megnéztem a pénteken általad ajánlott Jézus Brüsszelben él című filmet, atyavilág, ezek után lehető ráállok a meszkalira. Ezt Réka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt nézem, igen. Valaki azt írja, a permetezéssel és a meccéssel kapcsolatban. Pici csapongunk, most de nem volt ez egy ilyen csapongos fél óra, fölhúzta magát a témán Goszti. Permetezni, mecceni, mentél? Akkor szedni sem kell ám. Köszönjük szépen. Igen. Az utolévő fa az önkormányzat területén van, tehát akkor ja, az önkormányzat. Igen, amikor jártat kell megcsináltatni, akkor meg nem az önkormányzaté. De akkor is, csak ők nem mondják, hogy igen. Igen. Nálunk édesanyám minden szentekor a parkokban jár túlja a levelet lopni kis meccióolóval a koszorúhoz. Mennem kellett vele lógó cipőfűzővel, ha jött valaki, akkor a meccióolót a táskájába dugta, és gyorsan elkezdte kötni a cipőmet. Itt soha nem kerültünk gyanúba, miért állunk a parkon az erősen néhányos túlja bokor mellett. A kislány. Ja, Istenem. Akkor mostanában, hogy... Igen. Valamivel kompenzálnod kell. Micsodát? Mit adod neki egy hétvégére Benit? A gyereket, aha, egy ilyen részipírtyónak, akik egy úgy. És miért lehet, hogy ezt hiányzik neki? Pitét. Nem a megy hiányzik neki, hanem az onoka. Nem adom, hát ez valószínű, hogy vasorbáról, és rácsom megíteni a Benit, és etetném mindig, de Beninek állna mindig egy csontot. Jaj, ki a kezendet? Nem elég vastag. Igen, a nem szered az én diómat kérdés, nagyapám egy fűrésszel oldotta meg, kivágatta a ház elől mind a két gyönyörű fáját. Azt mondta, hogy ha nem lehet az övé, akkor más is se legyen. Aha. Most meg bosszankodik, hogy be lehet látni az udvarra. Ismerek. Rohadjon el mindenki, nekem se lesz jó, de nektek se. Hát ezt nem szeditek, akkor inkább senki. Azt mondja, hogy nekünk volt az utcán egy megyfa, addig tűrtük, hogy eszik, míg nem szatyorra jöttek szedni, és felháborodtak, hogy ezt, amikor rájuk szóltunk, hogy ezt nem kéne. Jó, mikor szatyorra mész szedni, az már pofátlan, nem? Hát,
hiszen te is csak a fordított sapkába raktad. Igen, mész a két 50 kilós Tesco szatyorral, hogy leszed más megyfájára. Nem annyira vidám egyébként, amikor azt látod, hogy nekünk például a régi családi házunknak a kerítése mellett, de bent már a kertben voltak végig almafák, amiket apám úgy termesztett, vagy növesztett, mint hogyha bonszáj lett volna, egy ilyen drót ki volt így feszítve, és akkor szépen már zsenge fiatal korukban az ágakat így oldalra húzta, tehát gyakorlatilag egy ilyen vonalban voltak, a fel nem is hajlott ki. Állandóan jöttek, felálltak oldalt szépen a kerítésnek a kis működő párkányára, benyúlogattak és szedték le az almát. Egészen addig, amíg apát kéne. Igen, hát nem volt egy csontozó késsel. Még apát cserkóját valószínűleg nem mertem volna lopni. Ne. Tehát, hogy ő tudta, mi az a regula. Abban így az utcában a trend volt, fegyelem. Azt mondom, hogy menjünk, átmésztem másik oldalra, eltekerünk, visszamegyünk. Tehát nagy évbe kerültem volna, hogy apára bácsira. Két dupla szabjával áll a kezébe, és várta volna, hogy lekaszaboljon bennünket. Ilyen furán hátraálló, könnyékből hátrafelé csavarodott kezekkel teniszezni nem lehet. Apád megyfáját én tiszteletbe tartottam volna. Mindig leraktam volna két zsák megyet még. Ha nem volt elég a termék. Szerintem a Benny könyörgött van, hogy ne menjünk arra. Tehát azt az utcát kerüljük el. Én mindenhol van ilyen vasorúbába, meg gonosz bácsi, gonosz néni. Nem? Minden településen, minden városa, minden faluban van valahol az utcában egy gonosz néni, gonosz bácsi. Nem? De nem így van. Ha hosszú utcában úgy kigyorsan, olyan... A hosszú utca. Van hosszú utca. Ha a bringával nem az úton mentél el, hanem a járda előtt a néninél, akkor elkezdett kavicsal dobálni. Mi van? De tudom, hogy mindenhol van egy ilyen. Az volt, hogy mehettél a köves úton, és hát ott nem volt különösebben nagy forgalom, de hát a járnán mentél el az ő háza előtt, ő kint ült egész nap, akkor elkezdett kavicsal dobálni a bringán. Zseni. Ott ült a kis padon, a lócán. De akkor mindig elég kellett, hogy dobja, hogy mire jössz, pont eltaláljon. Tehát a néni jól időzített? Jó, már hallott, hogy ő már eléd volt, dobta a kavicsot, és pont fejjel állt. Kint ült, a ház közepénél volt a kis lócája, és akkor jöttél jobbról vagy balról, ő már látt, és elkezdett dobálni szemből kavicsal. Nagyon. És akkor kimentél. De különösebb ok nélkül. Azért, mert a járdáján jöttél, ami az önkormányzaté. Mert az okkal idegesre én is tudok mondani egyet, náluk a Tabánya téren volt régen egy ilyen csőszerűség, akinek az volt a dolga, hogy rendben tartsa, meg vigyázzon a térre. És 1980 magassága, hozták a friss murvát, leszorták, ő végigerebészte. Abban a pillanatban, hogy a kerékpárodnak a kereke érintette a murvát, a csávó a másik oldalról, de ilyen 100 méterről kirohant a izén, egy vasvillával a kezébe. Rohadtul rád is megoljátok a kis köcsög! Takarasztam a murvát! És addig rohant, amíg le nem tudtál borítani jobbra vagy balra, és utána dobta a vasvillát. Annyira durva volt az öreg, hogy hát természetesen a kerület összes gyereke oda járt, hogy idegesítsék. És abban a pillanatban, mint valamilyen rajzfilm, vagy milyen rossz filmvégjáték, tudod, kapu ki, ajtó be, üvölt a csávon, mint az állat, rohan utánad, és minden gerebjével, ásóval, lapáttal dobált. Egyszerűen zseniális volt. Közöttetek, hogy nem megyünk kicsit murvázni. Volt a buli. Aztán elvitte a szíve szegény. Nem, mondjuk nem csodálom. 130/190-es vérnyomással azért nehéz lére azért. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk a ti településeteken, falvatokban, falvaitokban, városaitokban. Ki a gonosz bácsi, ki a gonosz néni. Jó, mindenhol ül egy, aki csak az áldozatára vár. Mit csinál, mivel lehetett őt idegesíteni? Mit csináltatok gyerekkorotokban, amivel idegesítették? Hol van most? És mivel tartja, vagy tartotta rettegésben az utcát, a falut, a települést. Jó, ezt küldjétek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:80 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. A Szabink előtti héten vagyunk. Jó héten nem vagyunk. Lenéztetek? Belenéztem, elmegy ez a hidegfront, ami jön szerdán, csütörtökön, és ijeszgetnek bennünket, hogy hullani fogunk, mint a legyek. Aztán jövő héttől megint jön a kánikula vissza. Még egy kör spanyol? Jó volt. Never ever. Soha többet. Választani tudni kell. Na. Soha többet oda. Már nem az országgal van a baj, hát belenyújtunk. De az Bali mindig azt mondja, nem kell mindig jól járni. Mert akkor nem tud megbecsülni. Nem kell mindig jól járni. Nem tud megbecsülni, nem olyan, ha állandóan csak fönn. Hát. Nincs jobb, mint amikor egy nyaraláshoz szívesen jössz haza, mert tudod, hogy otthon jobb. Érted? Nem akarsz depressziós lenni, nem fáj, hogy vége, hanem azt mondod, hogy végre itthon. Leszállsz, megcsukod a kifutó pályát, érted? És azt mondod, köszönöm, úri. Menj biztosra, gyere velünk bankra. De nagyon szeretem a banki tavat, meg együtt azt a részt. Együtt elmegyünk, masszíroztatunk. Na,
Ez mondjuk kifejezetten tetszik. De semmi. Lásd, tudod. Akkor maradjon. Nekem, én neked, de semmi. Hogy van torrent, de mondja, én benne vagyok. De nekem, én neked, de aztán semmi egyéb, amiben reménykedsz. Szeretem a Bánki tavat, ez egy nagyon szép része az országnak. Nagyon jó. Annyira komplett az egész hely, hogy minden igen, van. Igen. Szép is. Strand, meg van még a strand fürdő. Maga meg lehetődnék, ha nem lenne. Ha, itt tudom de, megvan. Hogy kiszáradt a tó? Mert ott volt egy kicsit, az olyan kicsit retro hangulatú volt, és sok évvel ezelőtt voltam ott. A hotel is az gyönyörű, meg mellette a strand, egy picit olyan visszafogott. Maradjon is ott sokáig. Ott van, nagyon jó kis, tényleg ott van a kis strand, van egy jó kis hotel, van egy kis kalandpark, kis jazz fesztiváljuk is van, nagyon jó. Jó kis hely, tényleg. Egyszer a teraszról hallgattam végig egy dombi fellépést. Jó, Tomás is nagyon jó volt. És tapsoltál neki? Ha. Szép volt, Dombi! Jó volt! Ez az internetronet leszed, nem? Na, ugye a gonosz nénikről, gonosz bátyikról beszélgettünk, mert a cserkolopás volt a témánk, és arról, hogy minden települése, minden faluban, minden városban van egy olyan utca, ahol lakik egy gonosz néni, vagy gonosz bácsi, vagy lakott gyermekkorunkban, akitől féltünk, de mégis kicsit arra mentünk, kicsit ingereltük, megkergetett bennünket, lőtt utánunk, kövekkel dobált vasgolyóval, de valahogy a gyerekek mégis mindig arra mennek. És hát kiderült, hogy nagyon sok helyen van gonosz néni, gonosz bácsi. Kislánykoromban csak a szabadban, csak akkor szabadott homokozni, amikor a szomszéd bácsi nem látta, mert különben üvöltött, hogy a homokot ráfújja a szél a szőlőre. Ha átesett a labdám, a frizbin soha többet nem kaptam vissza, imádlak. Mi a baj a szőlőnek, ha ráesik a homok? Hát az a bácsi kettős volt, igen. Ajaj. Szomszédunkban volt egy banya, aki a kutyánkat mindig leöntötte vízzel, minket meg a tesómmal mindig ellökött, ha előtte bringáztunk, a görbebotját egyszer felém is dobba, semmit nem utált jobban, mint a gyerekeket meg az állatokat, zékülte nekünk Békés Csaváról. Gyerekkoromban azért nem szerettünk menni a mamához, mert a szomszédnéni egy kicsit már szenés volt, soha nem ismert meg bennünket, amikor már közelítettünk a mamához, felpattant a sámliról, és azt kiabált, eltűnsz haza. Mamának kint volt a kerítésen kívül a cseresznye fája, azt, ha kimentünk oda szedni, már jött is, és olyat vágott a kezemre, mama meg bentről kiabált, hogy ez a mi fánk, hadd szedjük már. Akkor meg nem győzött a néni bocsánatot kérni. Van egy jó szomszédja jó anyámnak, szemétszállítási nap, kiszed mindent az anyám kukájából, és szelektál. Minden műanyagot elvisz. Este megmosva bedobálja az udvarra ezzel az üzenettel. Védd a világot a linyóleumtól. Ő szimpatikus. Ezt azt akartam, hogy te leszel. Jó, de védd a világot a linyóleumtól. Linyóleum. 82-ben 7 éves voltam Miskolcon, az avasi lakótelepen, a homokvárral szemben, az Engelsz úton, a földszinten lakott Emi banya. A vén szípőirtyó. Volt, hogy kirohant és felpofozott valamelyikünket, de olyan is volt, hogy felbukott, amikor kinevettük és megdobáltuk homokkal. Igen, akkor tudni kellene, hogy mi volt előbb. Tehát, hogy az első ilyen atrocitás az volt, hogy megdobáltak a nénit homokkal, vagy az első egy pofon volt, és aztán dobáltak homokkal. Nagyon kemény, igen. A Máki Mádó küldtenek. Kati néni a társaság előtt elszór cigicsikeket a többi lakó postaládájába dobálja. Ha mérges a lakókra, a kapuajban található aknatetőn ugrál reggelente. Azért ott is van a néni bevitamin, azért kemény. Nálunk egy banya átdobálja a kertünkbe a szemetet üveget, stb. Az ablak alatt tilos állni, mert az az ő árka. Télen a kocsira lapátolta a köves havat, hólapáttal is támadt már rám. Káromkodik, mint a kocsis, de közben templomba jár, 80 felett is simán fára megy. Apu megunta a bunkózását, és nyakon öntött egy vödör vízzel. Revansozott a papa. Igen, nálunk a mezőgazdasági telephelyünk mellett él egy bácsi, és csak gyakran azt csinálta, amikor gyakran jártunk arra gépekkel, akkor a garázsban gyártott olyan szerkezetet, amit ha kidobott az útra, akkor garantált volt a defekt. Csepellel lakom társasházban, az első emeleten a szomszéd bácsit idegesítette, hogy a gyerekek rajzolnak az aszfaltra, így olajjal locsolta le őket. Hónapokig nem lehetett. A gyerekeket és az aszfaltot, igen. Tökölön az egyik játszótér mellett élt egy vén hülye, akinek az volt a hobbija, hogy légpuskával kilövöldözte a térre bringával érkező gyerekek kerekét. Ezt addig csinálta, amíg majdnem lelőtt egy gyereket, amiből hatalmas balhé lett, nem sokkal később súlyos. Meg is halt. Elméletileg természetes körülmények aha, között. Igen. Valaki tett róla. Eltették lábáról a bácsit vagy a nénit. Ha a bácsi háza előtt gurultunk el gördeszkával, aki ott lakott nálunk, alsógatyában rohant ki, és légpuskával lőtt ránk, közben üvöltve káromkodott. Persze mi mindig arra gurultunk, Attila küldte nekünk. Nagyinál, kisbár apátiban Imre Jóska nem bírta, ha valaki fütyült. Ha meghalotta a fütyült, akkor olyan káromkodásba kezdett, hogy ezt végig kellene sípolni.
Azt mondja, hogy Mari nénit, ha nagyon felidegesítette a város bármivel, például utcabál, falunap vagy diszkó, akkor képes volt ráengedni az összes tehenet a köves útra, hogy össze-vissza szarja az utat. Micsoda nemes bosszú. Igen. Azt mondja, a dédi szomszédjában Tényún élő néni előtt sem lehetett biciklizni, görkorizni gyermekkoromban, mert hullámos lesz a járda. A bottyával hadonászott végig, ez Zsuska küldte nekünk. Egyébként mindig ugyanarra ugranak, nem? A tisztaság, a járda. Igen. Leszeded a virágot. Meg a gyümölcs. Meg a gyümölcs. Igen. Nálunk volt egy Imike már el, hogy mindig sétált az utcán, viszont ha azt mondtad neki, hogy zsíros kenyér, akkor hazáig kergett. Mi lehetett ott a tüske, érted, hogy a zsíros kenyér szóra. És ki jött rá? Na gyere, most eltekerünk kettő. Zsíros kenyér, és jött utána. Atya úristen. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket. Vajon most is vannak ilyen idős nénik, idős bácsik? Most is vannak. Mi is ilyenek leszünk? Megőrülünk? Igen. Lali írja, nagyon okos, azt mondja, hogy ha nem ismersz gonosz nénit bácsit az utcádban, valószínűleg te vagy az. Ez egyébként lehet. Ez nagy bölcsesség, tényleg így van. Igen. Szerintem ilyenek leszünk egy picit. Ha a szomszédasszony háza előtt járdán elmennek a gyerekek biciklivel, az öregasszony airsoft pisztollyal szalad ki, hogy leszedje a srácokat a bringáról. Az tartható szabadon egyébként. Igen? Ilyen airsoftod, azt hiszem, az lehet, ugye? Igen. Az milyen sérülést tud okozni? Hát, azt hiszem, az ilyen gumilövedékszerűt lő ki, de nem szerencsés azért, ha kettőt bekapsz szemre. Na jó. Igen. Nem annyira jó. Igen, pislantással próbálta hárítani a lövést. Annyira nem tesz jót a retinának. Igen. Játsszunk már, és itt van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Műlészhebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellang, mime? Aki válaszol... Halló! Halló, szép napot kívánok, Balázs, Ferenc, Jani, Zsuzsa vagyok, Sájból. Kezeit csokolom, kedves Zsuzsa. Kedves Ferenc, üdvözlöm! Nem, ő nem a kedves Ferenc, ő Rákóczi. Nem, mindenkit Rákóczi Ferenc, én mindenkit üdvözlök, én szeretem, mind a hármatokon szoktam küldeni, SMS-t, hogy... Csodálatosok vagytok, megszerzik a napunkat. A mi kedves Ferink ember eledelben utazik. De és Janinak szeretnénk még, hogy Sájban van egy vár, igaz már, hogy elhalták a felét, de még létezik. Hol? Sájban. Sáj, az megye. Ez török eredetű, régi, gyönyörű helyen vár, Lator, faluban. Nagyon jó, nagyon jó. Több mint a felét hordták el szerintem. Igen, igen, de meglátható fejkem kaptatni egy hegyen, gyönyörű a kilátás, valaki kalácsot, borsot kezdte. Na, ennyi kedves, figyelmes szó. Ritkán tudnak Janinak várban újat mondani, de most még lehet, hogy Jánosnak lesz egy célpontja nyaralás alatt, hogy megnézi a Sájvárat. És hát kerékpárra is jönni esetleg mezőkövőre várakni a Zsóriba, valakit háloda, úgyhogy lehet. Igen. Mivel telik a reggel, Zsuzsa? Hát én majd készülök a unokához, és a családom készül külföldre, úgyhogy majd oda megyek, és akkor megbeszélést tartunk, hogy hogyan tovább. Elmegy a család külföldre? Igen, a lányom kint van, Zsuzsa, és most majd pedig a családom indul az unokáma. Hova? És az egész, hát egyelőre most Frankfurt mellé egy ilyen kis községbe. De akint ki is költöznek, vagy csak nyaralni, vagy ott fognak? Igen, az egész család ki fog, így van. Őszer viszik Danit. Dániel Roland a dologám, ugye, és akkor egész család. És akkor ő már német suliba jár majd, vagy óviban? Így van, pontosan. A betyárját. És miért mennek el? Hát mert a lehetőségek, a megélhetés. Mivel, hogy a lányom már harmadik éve kint van, bevált, beteget ápol, a unokám pedig úgy van, nagyon jó szakmája van, vejemnek is úgy, hogy elmennek, mai nap indulnak, igen. Hát most már egészen kétségbeejtő, hogy nem az, hogy minden héten ilyen hallgatunk, de már szinte csak ilyen. Vagy külföldön dolgozik, vagy, igen, vagy külföldről hív bennünk, és ilyen nagyon durva. Ez nagyon... Hát igen, sajnos elég szomorú, hogy el kell mennünk. Mi a szakmájuk? Hát az egyik bán és pénzügyőr volt, pénzügyőr, a vajon pedig bányás és cipész. Bányász és cipész? Cipész, igen, kettő szakmája van, az egyik ugye már a cipész, azt már ugye bezárta volt, az bányából leszámolt, úgyhogy Zsuzsa pedig. És mit fognak csinálni kint? Hát kint egyelőre ilyen húsüzemben fognak, egyébként most még segítmunkaként, de aztán jobb helyre próbálnak. Azt a minden, ez elképesztő. Hát még reménykedem, hogy egy jobb helyre fognak kerülni. Mivel nagyon értelmesek, okosak. Intelligensek, úgyhogy megy a nyelv, és marad még egy unokám, aki pincér. Ő itt hol van? Szerintem ő ilyen rostálokat telepít az országban, Romániában, külföldön. Szerintem ő is el fog menni utána, úgyhogy nem marad itt. Á, minden itt.
Na jól van, Zsuzsa, hát igen, ez nehéz, nehéz helyzet, főleg azoknak, akik itt maradnak, hát, ugye? Én nekem, igen. Elképesztő igen. Egyébként. De hát a munkaerőhiányról nem... olvasni, hogy most már hihetetlen a munkaerőhiányról. Valahogy nagyon örülök, hogy hallom a hangodat. Egyébként mindig szoktam küldeni SMS-t, de nagyon boldog vagyok, hallom. No. Nagyon nagy tisztelőtök vagyok, komolyan mondom. Drága, én nagymama, most... feleség, édesanyja, én nagyon nagy tisztelőtök vagyok. Csókoljuk a kezecskédet. Csókoltatunk. Ne is játszunk, küldünk egy elnékcsomagot, és meg vagyunk, mit szólsz? Nagyon szépen, jó lenne. Jó lenne? Egy, kettő, három, igen. Még nem nyertem semmit. Hát mert még nem is játszottunk, nem? Hát nem. Most igen. Most nagyon boldog vagyok. Jól van. Jól minden a napon. Na válasszál egy kategóriát. Hát én egy várost szeretnénk. Na hát az nagyon könnyű, és ráadásul témába vág, figyelj. Mutatok neked. Figyelj, nem, de hát hasonló. Figyelj. Így szól a város. Nodnol. Ó, de könnyű. Még egyszer? Nodnol. London. London! Ennyi! A második legnagyobb magyar város. London. Ugye? Tényleg? London! Szurukám ott van, nem messze hozzá, ott dolgozik, ott is marad. Szóciában van. Szállta. Hát komolyan, más az egész család. Igen. Ahogy szokták mondani, az utolsó, majd kapcsolja le a villanyt, jó? Tényleg, hogy nem maradjon égve. Jó, rendben, oké. Nagyon boldog vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Zsuzsában ott van a vitamin. Van. Nagyon szép napot kívánok nekem, van bennem természetes, hát hogy lenne, még szép. Nagyon hát, helyes. Hogy hallom, hogy mondjátok a pitét, hát egy nagymama lehet csinos, lehet elegáns, lehet okos, értelmes, és ez utolsó szóval nagyon lehet szeretni. Hát hogyne, persze. Aha, pitével. Puszilunk téged. Én is titeket. Küldjük az elnétse magad. Zsuzsa, puszi, ciao. Hello, hello. Szia, ciao. Viszhal. Na, jó van. Mentsük már el a számára, Balázs majd szabadságra, mert nekünk kell egy harmadik műsorvezető. Meg lennétek. Csak fölhívjuk és tízig. Meg lennétek, igen. 2 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 8 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Folytatjuk a reggelt, hétfő van, ez egy nehéz nap. Viszont jó idő lesz. Még a hét elején... Hát aztán se olyan rossz, mert 38-ról visszaesik 28-ra. Igen. Tehát nagy az esés, mert 10 fok, de... Valami őrületes hidegfrontot mondanak. A Soroksárit mindenki kerülje a város felé a szokásostól. Kétszer akkor a dugó áll, mint a Szög Peti küldte nekünk. Köszönjük. Az M1-esen a 85-ös és a 83-as kiajtó között Bécs felé vezető oldalon utolérték egymást a kamionok, és alakul a dugó. Baleset van az M7-esen és a 37-es környék 2 kilométeres a kocsisor. Kiskörös határába Soltvadkert felé beborult egy faszállító, a laktanyába félpályán halad a forgalom, az idő napos 26 fok, ma is szép vagyok. Ezt Maci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Anya, ha hallasz, most vasalt ki a jégert, szerdától cudoridő lesz, most mondták a Balázsék. Igen, elővelted egyébként, máma a jégert, úgy értem. Szép lesz. Nem lesz, nincs hosszantartó meleg, nem? Ezt hetekig tartom. Múlt héten volt, vagy ami tavaly nyáron volt, semmi? Most ilyen pár nap meleg, utána hidegfront. Fél dráma egyébként, ahogy kinéznek a közterek is, meg az utcafrontok mindenhol. Tehát, hogy nagyon-nagyon kell az eső. Tehát most ez pont jó fog jönni. Tényleg. Azon gondolkodom, hogy szerintem tök jó idő volt hosszú ideig. Csak te kimentél közben nyara. Mondjuk ez a 4 hétig nem, de azért 2 hetecskék voltak. Belerondítottál egy Sibériával. Az a baj. Az volt ettem baj. Maradtál volna itthon a segedem. Kellett volna. Szól értem. Igen, kellett volna itthon maradni. Nem kell elmenni külföldre. Így van. Hát aki ott flancol, érted? Hát most érted, költsd itthon a euródat. Láttátok szegény Bon Jovi-s videót? Oh, na, mi van már Bon Jovi-t? Oh, megfáradt. Nem, tök helyes a videóm. Na, fönn van a videó, megosztom a videó a YouTube-on. Szegény Bon Jovi elment egy esküvőbe. Vagy esküvőre. És ülott egy ilyen szürke zakóba, teljesen hétköznapi emberként. És az esküvői zenekar nagyon rosszul, más hangnemben elkezdi játszani a Living on a Prayer című Bon Jovi dalt. Biztos az volt, nem, hogy észrevették, te figyelj, hogy Bon Jovi. Amikor nem akarsz, amikor csak ülnél. Hogy hívják? Amikor csak úgy vegyülnél, és végre az egyik barátjának, a lányának az esküvére ment. És hát a zenekar volt egy jó fejtod, az esküvői zenekarok mindig ilyen kicsit ilyen krakélerek, tudod, ilyen, hogy itt játsszuk el.
észrevették, jött a Bon Jovi, aki az elsősorban ül, és én világszárt nem láttam még ennyire szűkölni, mint amikor így mondja, ne, énekeljétek, jó, hagyjatok, jó, vagytok, és így integet, hogy tiéd, ne, és a csaj direkt tudod, belemászik az aurájába. És mint a világ legnagyobb dolga lenne, egy méterről így beleénekli a refrént a fejébe. És látszik a Bon Jovi, hogy nem akar, meg ez neki magas, meg egyébként is hagyják békén, ő nem akar kimenni, meg ő csak itt jól akarja magát érezni. Hagy legyen civil. Hagy legyen egy kicsit civil, és ne kelljen tényleg. És a kislány csak nem hagyja békén. És csak oda megy. És nincs gitár a zenekarban, szintetizátorra, egy trombitával, meg egy nagy bőgővel játsszák. Igen, a gitár szólott, a srác eltrombitál. Óriási. Tehát azért az Amerikában sincs minden rendben, azért ez megnyugtató, hogy azért ott is vannak nagyon csapnivaló beesküvői zenekarok. És beszáll végül. És hát amikor már mindenki tapsol és újjon, hogy ó... Egyébként halálazán csináljam, egy leinti a csajt, jó, add ide a mikrofonnak. Jó, add ide a mikrofon, és így rásenéz a lányra, csak így fölnyújtja a kezét, és így kiveszi a kezéből a mikrofont, és így arrébb eséget ér ki a csajt, halálosan laza. De nagyon szenved végig. És látszik, hogy a pokolba az egész szerszé. Én nem tudják többé kihagyni. Aztán egyébként egy tisztességesen lenyomja hatma hanggal magasabban, mint amit ő egyébként vala is ki tudott énekelni, pedig egyébként kiváló énekes. Igen, csak hát az már ott visítás. Hmm. Ott már visítás, igen. És lenyomja. És de látszik, óriás hogy... taps, mindenki megőrül, mondja, visszaül a helyére. Mindenki megőrül, ott van a vége a videónak, hogy vége a dalnak, aztán nem tudom, hogy visszaül a helyére, nyilván egyébként, de... Szóval amikor nem tudsz kimászni hát az és kibújni. De hát miért csinálod ezt? Hát tudod, hogy a zenekar mert érte, tőle nem. Ezt várják, ő rockstar, legyen rockstar mindig, hát jó? A saját zenekarával. De belülünk él. Egy ilyen rossz hangzenekarra. Ez tipikusan olyan, mint akikor kint fekszik egy stand-upos, mondjuk egy strandon. Mondjál már valami vicceset. Igen, a gyékényen, tudod, és akkor ott ejtőzik, és látszik rajta, hogy egy picit örül neki, hogy így maga van, és akkor itt semmi nem történik körülötte, csak süt a nap, meg mit tudom, iszik időnként valami hideg, kész, el van, eszik egy palacsintát, csak odaülnek hozzá. Na, beszélgessünk, de én nem akarok beszélgetni. De mondjál, te olyan vicces fiú vagy. Rossz fej vagy már. Igen, és ugye nem vagy. És akkor rossz fej vagy. Uh-huh. És akkor te vagy a rossz fej. Egyébként igen. A legszebb, amikor gyerekkel vagy, és akkor jönnek, hogy és mondod, hogy ne haragudj most családdal. Most, tehát, most hogy nagyon hal. Szeretlek, vagy legalább azt várd meg, hogy odaadom a gyereket az anyjának. Kint voltunk a Mi Velencénk fesztiválon, Somi a nyakamba, tombolt koncerten, és akkor és mondom, hogy leveszem a srácot, mert hogy ő ne legyen rajta a képen, én nem szeretem. Hát engem nem zavar. Nem hát mondom, de engem igen. Hogy van. Úgyhogy nehéz dolog ez, de meg kell felelni az elvárásokat. Aztán elének Bon Jovi vagy akkor is. De ők miért? Most tetszett, hogy kérdettük belőször találkozni. Hát meg ő tetszik tudni. Ő gondolja, hogy jó fej. Na de mit nekünk Bon Jovi, na, amikor végre úgy érzem, van úgy érzem, hogy egy témával jössz elő. Egy csak saját különbejáratú szörnyünk van. Külön nem szörny. Nálunk, Magyarországon. Na. Ugye vannak ezek a nagyon híres a Bigfoot, a nagy lábak. Igen, igen, a Yeti. És végre megvan a tűrjei farkasember. Ne bizonyító erejű fotóval róla, ne röhögjetek, nagyon komoly a dolog, a tűrjei szőlősben felütötte a fejét a rém. Jézus, itt van, volt a farkasember. Nézd a présháznál. Meg, nem tudom, hogy elvitte a kecskét vagy a szőlőt, de itt van a tűrjei farkasemberről a kép, odaadom. Várj, ez már egy régi sztori, tehát őt régóta keresik? Nem kereste eddig senki, mert nem tudták, hogy megvan. Ott van a pajta mellett, és mit röhögsz? Az a tűrjei... Csak mondom, hogy Szabolcs bácsi egy tőzsgyökeres tűrjei csinálta a fotót. Aha. Érted? Ja, már a szülei is tűrjén éltek, és ott van a kinagyítás a körben, határozottan látszik a tűrjei farkasember. Igen, hátul bölény elől farkas, így kell elképzelni. Egyébként fura lény van a képen, bent a szőlősben matat, egy farkasnak kinéző. Nézd meg! Nem tudom, hogy micsoda. Szabolcs bácsi csinálta a fotót? Szabolcs bácsi rögzítette, így van. Atya úristen! És tényleg nem tudod, hogy mi az? Én még soha nem láttam kacsoló farkasembert. Menj metszeni. Hát ez egy kicsit metszeni. Volt a kertben egy kis munka. Nem lehet, hogy egy picit túlöltözött, korán kezdte a munkát. A nagy napsütés miatt nem akart. Melós, igen. Mi? Aztán kiment egy kicsit melózni a kertbe. Nem tudom, tehát ez sose derül ki, hogy ő egy nagy kabátban lévő idény munkás, vagy de kicsoda. Ilyenkor, de ilyenkor mi történik? Tehát, hogy így, aki készítette a fotót, az így járkál, csak úgy van nála egy fényképezőgép? Van nála egy, vagy hívják egy szmena? Lehet, hogy beszaladt érte, mert ugye a tűréi farkasember sokáig idéző. Meg nem ott szálljunk!
Lehet, hogy szarulása ugotta, hogy egyébként látok képet. És akkor bement Szabolcs bácsi, kihozta a fotós masinát, és megcsinálta. Hát, hogy Szabolcs bácsinak már tényleg van egy okostelefonja, aztán élt a lehetőséggel, és akkor rögzítette ezt a történetet. Ott a Szabolcs bácsi, ott bújik a kacsába, gyere már gyorsan. Ott kacsol, ott kacsol, ott kacsol, ott kacsol. Lelőtte most a fenyigét. Na jó, de egyébként, ha nem farkas ember, akkor mi van a képen tényleg? Na, uh-huh. Tessék. Látunk egy ilyen olyan, mint amikor, amikor az indiánok bölény táncot járnak, és a bölény jelmezt, vagy ilyen kibelezett bölény fejet magukra húznak, a farkasokkal táncoló című filmben lehet ilyet látni. Tehát körülbelül egy ilyen alak van a képen. Aha. Hát lehet, hogy a szomszéd asszony elfogyott otthon a hideg gyanta. Azt kicsit elkezdett így búrjánzott. Na jó, de ennyire. Igen, de ennyire búrjázik a szomszéd asszony, akkor nagyon, az összes kozmetikus meghalt a, meghalt a vidéken. Telefonnal csinálta, itt van benne a fiától, uh-huh. Kapott okostelefonot, és azzal lefotózta. Átment Pistához, aha. A szomszédba, a Szabolcs bácsi, de mire visszatértek ketten, addigra Jézusom, kapámak a szával. Elindult, azt nem tudod. Ágyanűsük. Hát csak szemtanút akart hozni, érted? Aha. Valószínűleg. Az érdekes egyik nagy nappal van, tehát hogy nem hol töltkekor szokott így feltűnedezni a farkas ember, nem akkor változik át? De, hogy akkor jön, hol töltek, hol tölte, uh-huh. Korjon, teli hold kor. Ha, ő most így eltévedt vagy? Ne, ő egy mutáns van. Vagy elnézte? Ne, ő úgy, ő fordítva van tölt, ő éjszaka ember, nappal farkas ember, az, az a kihívás. Igen, az éjszaka bárki lehet farkas ember. Igen, ő normál állapotban farkas ember, és egyébként hol töltek kor ember. Nem lehet egyszerű. Rabolt el valamit, valami kis állatot elvitte esetleg? Vagy semmi, a rotációs kapcsolatban. Igen, lesz. Lesz így, de más nincs. És volt még ott valami bontatlan csomag, és peronoszpóra ellen azt is meglovasította meg az egyik prést. Így, na hát ezeket az értékeket. Őt kell ezüst golyóval, vagy a vámpírt kell ezüst golyóval? Mit kell ezüst golyóval? Vámpírt? Ezüst golyó is karó a szívbe. Hát nem, az ezüst golyó az a farkas ember. Igen? Igen, hát a vámpír az a karó, meg a fokhagyma, meg milyen a kereszt. Milyen vagyunk, láttad, hogy jön egy farkas ember, hogy védett meg na most családot? Komolyan érted, beleresztesz mindent, aztán kiderül, hogy semmit nem érte. Semmit nem ér. De ide szerintem lehet, hogy elég a környezeti megbízott is. Vagy egy jó epilálógép. Ja, egy 3-8 varró működő epilálógép. Marika, én szedjem már össze magát. Marika, én értem, hogy miután megkarta férje, egy kicsit elhanyagoltam magát, de Marika, én legyen szét. Csinálj már valamit ezzel, mert most már kihez egy kicsit túlzást lenni, Marika, én. Néztem a jutból, ezt majdnem bekuláztam, hogy komolyan. Nyilatkozik Szabolcs bácsi, nyilatkozik. Itt mondott csak el, hogy kapott a fiától egy telefont, és azzal rögzítette, azt mondja, hogy hétfő volt, reggel volt, esett az eső, dolgozni ment, és akkor meglátta, hogy valami nem stimmel a veteményesben, mert hogy az egyik bogor arrébb mászott, és egy jól megtermett majomszerű lény sunyin rejtőzködve oson a kiskertben. Opáska! Tisztelendő úrnak szóltak? Csak azért lehet. Csak a sátán csinál. Csak a sátán lehet. Hűrjeire. Én úgy szeretem Szabolcs bácsit. Nagyon jó. Aha. Jó, megfigyelő, figyelj, szép fotót készített. Lehet rajta viccelődni, de tényleg nem tudjuk, hogy mi ez. Tehát kutyának nagy. Aha, mert hogy két lábon jár, igen. Igen, meg. Baromi nagy, nagyobb, mint a szőlőkac. Tehát valóban tényleg nagy. Igen. Azt csinált valamit, elvitte a birkát. Nem kész, ott kóstogat a saszlát. Aztán megnézte, hogy még az ízsai szőlünk már jó. Egyet, Csaba gyöngyírod kóstogat a köcsög. Meg lesz ború. Úgy gondolod, így zajlott a beszélgetés? Hát a szívüket és az agyukat kell megsemmisíteni, csak úgy lehet elpusztítani, háromszor kell homlokon szúrni őket. A farkas ember? Háromszor homlokon szúrni? Háromszor kell egy fakaróval homlokon szúrni. Egy fakaróval homlokon szúrni. Vagy az agyát, vagy a szívét megsebesíteni. Tehát szólik-e Szabolcs bácsinak, hogy az agyát és a szívét sebesítse meg? Feltéve, ha nem tényleg a szomszédban Marika néni, aki elvesztette a borotváját. Nem bántsuk Marika néni. Helyileg hol történt? Tűrje.
Türje. Türje. Nem tudnánk oda telefonálni, esetleg megkérdezni. Azt sem tudom, hogy Türjén van-e, tehát hogy kihelyezett van-e, vagy valami közelebb nagyobb települési rá be a körzeti megbízott vagy a rendőr, de hogy fel van, aki készül, vagy a szolgálati. A szolgálati. Nem várja, fel van a Türjei. Hát a polgármester. A polgármester hivatal. A Türjei polgármestertől kérdezünk meg, tudnak-e a Türjei farkas embert. Na, hogy van-e már 9 mm-es ezüst magvas parabellum lőszer? Nem kell beleírni valamit a golyóba, az ezüst golyóba? Anyád. Igen, veszi ordas. Türje község holnapja, tessék, megtaláltam. Projektek, programok, intézmények. Ott rohagy meg. Türje önkormányzat hivatal, ügyfélfogadás, elérhetőség. Lajos, ez hosszú lesz, hogy ott rohagy. A pénzügyet akarod, a pénztárt, a jegyzőt, az igazgatóságot, a titkárságot. Nekem a jegyző a legszimpatikusabb. De várjál, nincs olyan programpont, hogy türjei programok, farkas ember nézés, mert akkor ne lőjük le. Várjál, azt mondja. Veszel a tegédost, vágjál bele X-et, dundum lesz belőle. Dundungolyó. Tessék? Leszakítsa a fejét. Hétfőn nincs ügyfélfogadás. Nem, nem baj, jó, hát mi felhívjuk a jegyet. Hát megkér, hogy nem ügyfelek vagyunk. Nem ügyfelek vagyunk, aggódol, hogy van Szabolcs bácsi és a farkas ember. Aggódó keresztények. A tűdjei farkas ember. Anyám. Jaját, Szabolcs bácsit keressük? Hát Szabolcs bácsit ne keresd, mert ő nem lakik ott hát polgármesteri hivatalban. Ja, nem úgy, de igen, csokorom. Szabolcs bácsit keressük. Nem, hát Szabolcs bácsi már lehet, hogy bevermelte magát azt a csak hogy hozzá ki Szabolcs bácsit. Adják elő. Alig várj, egy homlokon szúrja háromszor. Helmet konzervért. Helmet sóletét. Szabolcs bácsi, az nem jutnak be az unokáim, mert három napja elbarikádozta magát, és minden elő, ami mozog. Szabolcs bácsi, mi vagyunk azok? Takarod innen, mi lesz? Én vagyok a édesapám, előjön! Együtt vissza a forkas! Forró, vicsen! Hát... Most kit hívtál a jegyzőt? Most a jegyzőt hívtam, igen. Milyen szám van még? Van még polgármester, pénzügy, pénztár, adó, titkárság, fax. Titkárság, hát a titkárságon mindig ez a vannak. Beszél, titkárság. És akkor onnan tudunk kapcsolatni. Titkárságot hívjuk akkor. Én vagyok az... a titkárságon? Én vagyok a Szabolcsom, csak hoztam a menázsit. Tudod magam mellé, azért paprikás, krumpli, típös kolbász. Az egy mellé, ha nem le a hőségbe vagyok. Felépítjük Szabolcs bácsit, mire jutunk hozzá egyébként. Megáldozunk Szabolcs bácsit. És még a végén kérdődik, tök normális. Na jó, hát már. Szabolcs bácsi? Már rádióhullámokkal támadna. Szabolcs bácsi ki akar sütni az agyunkat. Azt hiszi a farkas ember az éteren keresztül támad. Azt hiszi vámpír, ez már a denevéreknek szó. Van egy ultrahangos riasztója. Nem jutottunk előrébb. Tűrjeiek, hát valaki jelentkezzem. Tűrjeiek fegyverbe. Tűrjeiek fegyverbe, akarjuk tudni, hogy mi van a farkas emberrel, mi van a Szabolcs bácsival. Mentsük meg Szabolcs bácsi. Így van, mentsük meg egész Türjét. Azt mondja Szel, hogy beragadt a Smena 8, és azért csinált ilyen képet egyébként. Az is lehet. De nem, egy tök jó minőség. Egy jó minőség, igen. De kérdem én! Az ilyen sátán fagytyaknak többedet ő kéne szölnöm! Jól mondod. Az a faluban, hogy kiváló hozzá. Nem, ez már a hegyző. Igen, valaki ezt írja, hogy lehet, hogy a farkas ember volt, vagy a félelmetes medvedisznó ember. Ja, hát a medvedisznó ellen már semmi se véd. Jó, mondjuk a medvedisznó emberrel ne húzzanak újat a tűrjeiek. Tehát a farkas ember csak, de a medvedisznó emberrel ne húzzanak újat. Ott már egy romtarack is kevés. Egészben egy csirkét, gyorsan töccsi még egyet. Kaputelefonnal fotózta Szabolcs bácsi. Meg kell fordítsa meg. Nem jutunk el a tűrjeiekhez, az a baj. Ha még élnek egyáltalán. Lehet, hogy az egész polgármesteri hivatal a egész települést. Elvitte a farkas ember. Azt várjál, mi van még nekünk? Azt mondja, hogy... Nem is, el is tűn. Várjál, Júli mondatlan. Azt mondja, hogy a Mátra Lovák ki fanyűvő ember is van.
Igen. De van ilyen tényleg. A Mátra kifanyűvő ember? Ez igaz, egyébként ő egy sokkal régebbi legenda. Ő aztán tehte magyar. Olyan, mint Hanyi István. Többször látták, igen, átlépni a szalag korláton. És valaki írja a Kunszíget ilyet itt. Tényleg. Tényleg. És mit csinál a Mátra Nováki fanyűvő? Ő állítólag ott keresztbe kasul rohangál a mindenféle erdei utakon, már többször láttak az erdőgazdálkodásnak az emberei, és hát ő semmi veszélyeset nem csinál, csak ilyen görnyetten furán járkál, azt ott kolbászol a rengetegben. De nem lehet, hogy csak a vadász, aki próbál, van túl sok rostos a tevet. Igen, szerintem csak rohadtul gitteni a kerüst. Fesztőfeteget kerüst. Mert szereti a perkeltet. Na és akkor mi van a fanyűvővel? Azt megtalálták, vagy leleplezték? Nem. Soha? Nem. Soha nem derült ki? Készült róla egy-két ilyen hát, homályos felvétel. Igen, ahogy a Google a fészer mellett. Ja, azt is láttam. De valami helyi lakos volt. Az a teli holtas kép, amit Google a fa. Az a rohadt éretnás folya. Nem lehet, hogy csak Józsi bácsi felgubbadt a párkáncos, érted, murc. Igen. Állítok, látják néha egyébként az arra járók elők, a Mátra Nováki fanyűvő. Tehát, hogy a néha majom kicsit emberszínű, fehér színű szőre van, de nem sűrű, alkata vékony, fizikailag mégis erős, 182-30, amire tippelték a szemtanúk. És azt írják, hogy a keze a legfurcsább, mégpedig azért, mert a térdéig érnek, az ujjai pedig nagyon hosszúak. Igen, persze, igen. És többször látták még kasokat cipelni csapkodó karokkal. Csúnyán káromkodó. Igen, volt a honalat két kakas, egy tyúk. Meg az a szomszéd hízója. Igen, és a lábán egy puli. Ezeket úgy szeretem, ezeket a helyi legendákat, nem? És ezek általában egy kocsmában születnek természetesen. Itt tasan kissé. Ha gyertek közelebb, akkor elmondom nektek. Felesem. Igen, a Kunszigeti fanyűvőről nem hallottatok? Komoly képek és videók is most vannak a neven. Most nézem a videót, nagyon keresem. Igen, ott van még a túrjai csupakabra. Csupakabra. Csupakabra óriási. Csupakabra, hát azt már valahol hallottam egyébként. Igen. A másik földrész, de átúszott. A csupakabra. Na jól van, oké, szóval visszatérve Szabolcs bácsihoz. Bárki beszél vele, nyugtassa meg, hogy mi vele vagyunk. Semmi gond nincsen. Semmi gond nincsen, próbáljuk Szabolcs bácsit előkeríteni, megmenteni. Jó? Így van. Ha esetleg még egyszer jön, bal kézzel tartsa a feszületet a lény felé, jobb kézzel pedig a Új Szövetségből olvasson fel egy részletet. Hangosan. Így, vagy a Zsoltárok könyve is szóba jöhet még. Azt lehet, hogy segít. Jaj, nagyon szeretem. Egyébként mik lehetnek ezek valójában? Valaki egyszer lát egy ilyen fantáziát, ezt lerajzol, és akkor az, tehát valóság alapja azért a legtöbbször nincsen, nem? De azt nem tehát tudom. Tehát a Mátrai fanyívő embernek se gondolom, hogy lenne bármiféle valóság alapja. De ha hiába, ha agyadban születik meg, azért arról fényképet nem tudsz csinálni. És a tűriei farkas emberről van kép. Hát egy kihaznak. A tetétleni rémről is van a videó YouTube-on állítva. Úristen. A tetétleni rém. A tetétleni rém nagyon durva hangzik. Ja, de a falu szélén lakott és segélyből ért meg osztani. Igen, soha nem csinál semmit, a tetétleni rém. Így van. És vékent házak fosztogatása, hol tartott el magát. Hát nem, itt lehet, hogy valami ilyen kialófélben lény lehet, nem? Tehát, hogy amiben régen találkoztak. Becsületes politikus, vagy ilyen. Mert kacsolni, igen. 9 volt pontosan, 1 percen Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk vissza közvetlenül a hírek után. Ami nagyon jó hír, kérem szépen. Ez nagyon jó hír lesz. Mi? És mi? Amit mondani akarsz. Ma Forma 1-es játékunk van, hoppá! Király! Forma 1-es játék, vagyis a magyarországi Hungaroringi nagydíjra lehet majd jegyeket nyerni. Csuhalja! Csuhalja. Mondjuk a részleteket nem sokára. Így van, mondhatom akár most is. Most is mondhatom a kis lépcsős játékokat. 3 lépcsőben történik majd, szerintem a jegyeknek az odaítélése. 2 darab 3 napos álló jegyet ér, az első kérdésre adott válasz, a másodikra az plusz Red Bull relikvia, a harmadik az pedig 2 darab 3 napos Super Gold, még egyszer ismétlem, Super Gold jegyet ér. Érdemes velünk játszani, puszi. Köszönjük, Zaklin. Köszi, Zaklin. Köszi, Zaklin, csodálatos volt. 9 volt, 2 perc. Három negyed kilenc lesz pontosan 3 perc múlva. Tombol a nyár. Hurrá! Ez egy dalszöveg? Nem, csak most írja.
Nem tudom, valahogy egész nyáron ilyen suli szünet hangulatom van valamiért. Nem mert, hogy az is van, csak igen. Már nem járunk, de ez, hogy például bringázni mentek, és akkor úgy anyu megnyuszik otthon, hogy nézd a férfi emberek, drágám, mert sasolhatod a miniszoknyás nőket, ihatsz nyugodt egy fröccsöt. Hát jó, na. Imádom, állandóan. Ugye? Jövünk, megyünk a gyerekkel, meg családdal össze-vissza, mi is állandóan. Olyan szaros bogarat találtunk, kicsit megálltad. Ez picit hétfői téma. Imádom a bogarakat, nagy, ekkora nagy nőstény szarvas bogár. Kisebb a szarva, mint a hímnek. Gyönyörű. Sőt, nincs is neki. Eltapostuk, hogy ne legyen senki ja, más. Ja, nehogy valaki megtámadja. Így van. Hallod, nem értek. Az új KTM bringákról akart a szentem. Csak hogy bukkant a kis teste. Nem, gyönyörű volt egyébként. Megyünk, bogarászunk. Bogarászunk. Ám nagyon ritka a városban egyébként. Szóval szarvasbogárnak van egy olyan képessége, kapaszkodik a fára, és ő jön az ember, akkor elengedi magát. Rádönt is. Nem, gyorsan kirágja a csáprágóival a fát. Ezért tavaly ketten is meghaltak a Börzsönyben, mert egy szarvas bogár elkentőt. De magukra vessenek, szólt nekik az elvész. Jó, téve arra a híres fadöndegető szarvas bogár nagyon, nagyon veszélyes. Nem, képzeld, hogy megkapaszkodik, annyira okos, és ha hallja, hogy jön az ember, akkor egyszer elengedi. De csak ember engedi el? Ha őz jön, akkor nem engedi el. Ha őz jön, akkor nem. De okos. Akkor nem. Azt mondja, hogy és leesik. Mert azt hitte, hogy őt jön. Ezt én okos komolyan mondtam. Hogy gyerekek, attól nem okos egyébként. Tehát, hogy okosnak érzed attól, hogy elengedi a fát, leesik, és itt így hanyat így pörög a hátán. És azt, hogy ments meg, kizgazdám, ments meg. Próbál szerencsétlen, így próbál meg felállni. De mennyire intelligens, ugye, hogy ő rejtőzködik. Rejtőzködik, és elbújik. El tudja dobni magát. Hanyat dobja magát a fán, és lehullik az avarba, és ott nem találod meg soha. Okos. Kicsit kedve fogadod. Okos. Nagyon okosak a bogarak egyébként. A mókus a okos. Deség? A mókus. A kelempászmadár. Kelempászmadár. Hétfő van és uborka szezon, de ezt én bírom. A mókus a kelempászmadár. Kelempászmadár? Kelempászmadár. Mit csinál a kelempászmadár? Amikor látja, hogy jössz szemből. Igen, megkerül. És hátulról támad. És hirdelmet, amit megcsinál. És amikor oda vannak többen ordítozva, hogy segítsenek, akkor elszalad röhögve, és mutatja a kis ujját a középső. Ezt megcsináltam, vagy nézzétek meg, mi lesz ebből. Na, hogy amikor meglát, akkor átszalad a fának a másik oldalára. Megpróbál összezavarni, hogy két mókus van? Nem, hát próbál meg rejtőzködni. Na, ő rejtőzködik. Ja, azt hittem átzavar, hogy hirtelen azt hiszem, hogy két mókus van, kapdosom balra-jobbra a fejem. Hátra rohan nagyon gyorsan, hogy mindig takarásba maradjon. Közben lelő ki a szarvasbogarat, ami ott az leesik, hiszem, mert... Akkor egy ilyen mókussal nem lehet egyszerű számából húzni. Mindig elszalad. Nagyon kis fürge. Na mond. Na, van egy nagyon jó kis szösszenetünk, az egyik kedves hallgatónknak köszönhetjük, hogy emlékszünk rá, hogy a múlt héten beszéltünk arról, illetve készítettek egy ilyen kis internetes tréfát, hogy milyen lenne az, amikor a Hajdú B részegen közvetít az EB-n. Na most egy nagyon kedves hallgatónk, akinek a nevét ebben a pillanatban még nem találom, de másodperceken belül meg lesz. Így van, Somogyi László küldött nekünk egy kis anyagot, amiben mi tárgyalunk ki éppen egy témát, picit becsicsentve. Nem mondod komolyan, van ilyenünk? Na, figyeljétek. A Hajdú B után? Így van, szabadon. Elkészítette a mi verziónkat is. Tehát mi lenne, ha részegek lennénk? Így van. Egy múlt heti témánkat boncolgatjuk, hát meglehetős lendülettel. Na figyelünk, hallgassuk akkor meg, hogy szólna. És ugye azért baromi nehéz a dolog, mert hogy a pincér, a vendéglátós ugye nem is mindig teheti szóvá. Tehát amíg a vendég reklamálhat mindenért, addig a pincérnek szinte a legtöbb dolgot el kell tűrni, némán hallgatni a borra való reményében lehetőleg tényleg normálisan viselkedni. Nem nagyon tehetett helyre a vendéget, mert az erőviszonyok inkább a vendég oldalán állnak. Úristen, ez egy átéles beszélgetés ilyenek volt. Itt jön elő az, amiről tegnap beszéltünk, hogy ezért mégiscsak a vendég a fontos, vagy a fontosabb. Tehát, ahogy szokták mondani, hogy
vendégszavaztam. Tehát, de hogy egy normális vendéglátó ipari egységben, hogy ilyen kicsit szockosan fogalmazunk, amikor bemegy az ember, akkor azért hogy egy picit elvárja, hogy körbe Jézus, hogy őristen, minden olyan három ilyen nem tudom kibeszélget, ilyen kettőkor valami talpon állóban. A legjobb a Feri tetszik, ahogy a közepébe. Szolgálsz! Ez a pontosan az a megriadás, amikor már ülsz egy kicsit beszittyózva, picit már belealudtál a sztoriba, de egyszer csak úgy érzed, hogy na most idején ezt be... Most megjöttem. Szolgálsz! Leesett, hogy többiek miről beszélnek. És utána visszaalszol. És tudod, ő volt a legbölcsebb. Röviden tömeg. Szolgálj. Érted? Érdekes. Megérkeztél a megszólalásra. Nagyon jó. Igen. Ő az egész. Milyen egyszerű ötlet, nem? Elassítani a hangot. Tehát, és ez most iszonyatosan megy az interneten. Na jól van. Hármas ugrásunk van majd, ugye Forma 1-es játékunk lesz. Igen. És... nem most zenei mixet adunk, hanem öt Forma 1-es autó hangját, és meg kell írni, hogy melyiket hallját. Nem, és azon gondolkozom, igen, hogy lehet, hogy ne lehetne valami beugró kérdés a hármas ugrással, hogy nem, tényleg ne zenei mixet adjunk, hanem valami olyan beugró kérdés, mert elsősorban azok játszhatnak, vagy azok kerülhetnek játékba, akik valójában Forma 1 rajongók, hiszen itt jegyekért megy a harc. Jó, mondom is. Hány másodperces... De nem most mondd mi... Ja. Vagy most? Most jöhet nyugodtan. Hány másodperces büntetést kapott a fiától a hétvégi brit nagydíj után Nico Rosberg? De miért? Nico Rosberg van fia. De mi az, hogy megbünteti a saját gyereke? Ezt én sem értem egyébként. Rohadt hálátlan fény. Felneveli. Pénzt keres neki, és a fiától kap egy büntetést. Az apja ellen nevelt az anyja. Összeugrasztott te. Így van. Na, drága hallgató, mi volt a kérdés? Mondd. Na, tehát, egyszer. Hogy hány másodperces büntetést kapott a hétvégi brit nagydíj után Nico Rosberg? De kitől? Ezt küldjétek el nekünk. Ezt küldjétek el nekünk, ha szeretnétek jegyeket. Van sima jegyünk. Így van. Sima jegye, sima állójegy, azt mondja, hogy Red Bull-os relikviákkal, és vannak a gold tribünösök. És vannak a góltribűnös jegyek, így van. A góltribűn az a pont szembe, ugye? Ott a rajtrács az. Mellett, jól emlékszem? Uh-huh, a célegyenesben. Szembe a pedokkal, majdnem. Hát attól függ, hogy melyik részére kapsz. Mindegyik kérdéssel lehet van, nyerni. Ezt... is vannak padok, tehát tudod, nem nagy élvezetbe jutni, mert padokra mindenhol le tudok ülni. Mondjad. Tehát, hogy minden kérdésért adunk valamit, rá érdemes elgondolkodni azon, hogy tovább menjél le, vagy pedig a biztos jegyet megszerezd. Mert hogy már az elsőre is ott vannak azok az állójegyek. Háromnaposan. És akkor a harmadik kérdést is jól válaszolja meg. Igen. Akkor vannak a szupergold jegyek? Igen. Így van. VIP-vel? Mindenféle VIP-vel. De valami VIP-ünk is van. Valami VIP-es, sátras, kajás, evősivós, politikusos, kicsit arrébb lökös, utolsó szendvicses, enyém az utolsó pohár pezsgős, eltolosz, arrébb rakosz, hazacsomagolosz, elnézést, mellett oszállosz. Tony Mazac, ennyi, még, bocs, kaszino tojásos, légy szíves, bocs. Ne, a kaszino tojás csak Erdőbajnál él. Ja, tényleg. Kaszino tojás más nem ehet az országban, csak Erdőbajnál. Nem, azt már úgy hívják, hogy vajna tojás. Hiszen minden jogőt illet. Igen, minden elfogyasztott kaszinó tojás után is fizetni kell, szerintem. Úgyhogy csak óvatosan. Én legalábbis óvatosan bánnék a kaszinó tojással. Jól van, drága hallgatók, na akkor jött a beugró. És még izgalmas lesz a futam, mert itt nagy merci párharc van. Szóval szerintem jót tett ez a Rosberg-Hamilton féle kis kakaskodás a Forma 1-nek, nem? Igen. Hát egy csapaton belül az jó. De legalább valami történik. Az igaz. Legalább valami történik. Ezek ott ölik egymást, kicsit ütköznek, láthatóan utálják egymást. Szegény Lauda, hogy megszivatták, azt olvastátok? Nem, mi volt? Hogy mi történt? Lauda lenyilatkozta, hogy hát Hamilton az egyik futam után szétverte a saját boxát, bement a szobájába, és azt mondta Laudának, hogy állj ne tovább, ne gyere be, mert most bemegyek, és mindent szétverek. És Lauda ezt lenyilatkozta. Majd a Mercinél történt egy fejmosás, és egy ilyen öreg Jedi trükköt alkalmaztak a Laudánál, mert kijött Lauda, mit tudom, három nap múlva egy újabb sajtótájékoztatóra, és azt mondta, hogy nem,
nem verte szét a szobáját. Nem, nem mondott nekem olyat, hogy álljak meg a szobája előtt. Nem, nem volt ilyen, hogy szétverte a szobáját. De minden kemény. Egyes mondatát tételesen, hát meghazudtolták saját magával, tehát amit ő elmondott, azt tételesen cáfolnia kellett. Azt azért csináltak, hogy a Hamilton... Hát bro, hogy a Hamiltonról kialakult képet ne rombolhassa. És igen, 2020-ig tanácsadó maradhatok a Ferrari. Igen. Szegény Lauda annyira megalázó lehetett, amikor gondolod, egy 70 évesen a Forma 1 nagy gurujaként így behívták, és elmondták, hogy figyelj öreg, az van, hogy nem beszélünk itt ilyeneket ám ki, úgyhogy most kimész szépen, és elmondod, hogy te voltál az, aki hülyeséget beszélt, és Lauda kiment, és elmondod, hogy nem. Nem ahhoz még kell, nem? Hogy egy Lauda ezt ahhoz, mondja. Ahhoz az apró betűs részt el kell olvasni az olvasó szemüvegébe. Igen, és tételesen mindent elmondott. Na jó van, oké, akkor ne is legyen zenébe ugrunk? Hát nem most kell, nem utassunk akkor zenét. Persze, most meg kell írni, hogy mennyi a másodperc, aztán valakit sorsolunk. Írjátok meg tehát, hogy hány másodperc, és akkor úgy néz ki a dolog, hogy három lépcsős, kettő darab háromnapos állójegyet ér, a második kérdés után Red Bull relikviák, ahogy Jani mondta, és a harmadik kérdés után Super Gold jegyek. De az is két darab. Értelem szerint itt már az álló nem jár, ha megnyered. Tehát nem úgy megyünk, hogy álló és szupergold. Nem nyá. Így van, csak a szupergold. Jó, úgyhogy jöhetnek a jó megfejtések. És ha minden igaz, akkor a hírek után rácsörgünk Babos Timira, aki wimbledoni döntőt játszó gyerekek. Hát már ez nem az első elment Grand Slam döntője párosban, de nem baj. Nem baj. Már járt itt ilyen fokon? Igen, már járt. De jó. De nem tudtam, meg a Serena testvérekkel játszottak, ugye a Williams testvérekkel, inkább így mondom, nem tudtak nyerni. Serena testvérekkel, mégis paranyagkor, Serena kicsit a jobb darab. De azért rácsörgünk, hogy milyen érzés ott a szentében játszani, úgyhogy velük folytatjuk majd. Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, hát Forma 1 láz van. Kitört az űrület, mindenki a jegyeket akarja. Aki küldene közlekedési információt, az küldje már egy postán. Igen, jó, mert vagy galamba. Vagy galamba, vagy valami, vagy mert... opuszummal. Figyelj, ez. Elszállt, fölrobbant az SMS falunk, így van. M7-es autópályán Balcsi felé a polgárdíj lehajtó előtt három autó karabolozott a belső zsában, csak óvatosan Balage küldte nekünk. Mi volt most hétvégén? Volt dugó az M7-esen? Hát leomlott a vadai új elválasztó, az megvan. De az pénteken történt velünk. Péntek reggel. Igen. Én mentem, hazamondom neked délben, Velencére, és úgy mentem, hogy az Egér úton direkt, nem mertem kimenni az M1-M7-en, és akkor még, ez reggel, azt hiszem 8 vagy 9-kor romlott le, délben még Budaörsig állt a sor befelé. Atya úristen. Képzeljétek el, ugyanis ugye a tök új elválasztót megcsinálták, ott valaki ráesett egy autósra, vagy autóra, ráesett. Na hát igen. De garanciális. Hát világos, hát persze, csak akkor ugye le kell zárni kifelé vezető, befelé egyet sáv, hogy a munkagépek nyilván elférjenek, úgyhogy kemény. De az mitől omlik le? Aztán hát átgalasz, hogy rosszul csinálták. Gravitáció. Igen, ez lehet. minden a magyar a gravitáció. Nem gondoltam. És a szombat reggeli két órás várakozás az M7-esen Balaton felé meg volt? Nem tudom, azért kérdezem, hogy megúsztuk. Most mindenki leért, tudom. Vagy nyugi volt most? Nem a múlt hetet azt tudom, mert akkor pont jöttem mindig Pestre. Kilométeres dugó. 30 kilométeres volt a múlt héten. Most nem tudom, hogy sikerült odaérni. Hát a Balcsira. Van ez az egy szép kis tabunk, ugye nem sok, mindenki oda akar menni, mikor jó idő van. Ez elképesztő. A Móni húgára kis születésnapja volt. Istenem, boldog születésnapot kívánok Kelem Beátának, mind a magam, mind pedig a Klassz FM dolgozói nevében. Nem mentünk le Balaton. Ne ráncs magam. Nem, hát egy olyan figyelőtipálva. Egyrészt ez, másrészt nem került sok ha akarnak semmi. Valamit tőlünk, majd jönnek ők. Így is van. Ennél nagyobb ajándékot mi sose szoktunk bemondani rádióba senkit. Ő megkapta. Na tessék. Milyen nagy vonalú vagy te. Milyen nagy vonalú. Elmenni venni valamit ilyen melegben, nyakadba veszed a várost, fölköszönted az adásba. És meg is van. Olcsó volt, gyors volt, könnyű. Kész is, így van. És meg is fogtátok légyet. Köszönöm. De ismerlek. És képzeljétek el, na menj. Gyors volt, olcsó volt, ingyen volt. Ennyi. Á, még véletlenül se azért, mert nem akartunk egy dugóban ülni 3 órán keresztül, meg aztán visszafele meg megint. Szombaton nincs egyébként, csak én egy napra mész, akkor szombaton lehet jönni, vasárnap délután van, az kemény. Hát ezzel ellen mondom a múlt hét, amikor szombat reggel volt a nagy gáz, 30 kilométeres Martonvásártól dugult vissza egészen a városig, tehát Budapestig. Nem, én azt mondom, hogy a szombaton jössz a Balcsiról, ja, ha jössz vissza, az jó, akkor, igen. Akkor nyugi van. Na,
kaptunk. Még közlekedési van még? Van egy-kettő, igen, Juli, aki serény, kis apró, kis szorvos kezecskével. Ügyes kezé van a kállítólag. Igen? Mondja. Lesérte valaki? Ő. Ja, hát az mi várjál, az mi kevés. Evet Győr felé a 126-os kilométernél van egy baleset, a torlódás már 8 kilométeres, egy sávú halad a forgalom. Balcsi felé a Polgári lehajtó után 3 autó karambolozott, ezt mondtam. A Gubacsi úton van egy frontális karambol, az egyik autó a sineken, úgyhogy a villamos sem jár, mentőtűzoltó helyszínen kerüljön mindenki. Hát ma úgy látszik megint front van, egyébként én is érzem magamon. Sok baleset, sok komoly közlekedési baleset sajnos. M1 126-os kilométernél 3 kamion ment össze, ez Hegyeshalom felé van. Egészen pontosan az Abdai lehajtó előtt, még a 82-es kilométernél hatalmas a dugó. Van egy trafik Berettyú, Újfalu és Derecske között, és az M1 Győrtől beállt, nem tudom, hogy mi van, hát az előbb említett kis baleset. Az 51-es villamos helyett pedig pótlóbusz közlekedik a Kopány utca és a Gubacsi út határút között, mert baleset történt a Gubacsi úton a Kén utcánál. Utasaink türelmét kérjük. Aláírás BKK. Ja, azt hittem, te kéred, de igen. Mondom, milyen odaadó vagy, milyen rendes vagy. Milyen rendes vagy. Utasaink. Összebútoroztunk ennyi év után már tényleg. Na, felnívjuk Babos Timit, aki hétvégén ugye Wimbledoni döntőt játszott, sorozatban már egyébként nem is az első, és hát sajnos egyelőre ezt még nem sikerült ugye Grand Slam kupára váltani, de az és óriási dolog egyébként is a magyar sportot újabb örömhír érte, hogy van magyar Grand Slam döntősünk, és hát az a tenisz kedvelőknek ez mindenképpen egy nagy dolog, de aki nem szereti, az is tudhatja, hogy benne vagyok én tenisz, ha tenisz a C-kódexben lennék, benne vagyok most az első négyben, akkor a Babos Tímea? Nincs. Mire gondolsz? A négy legjobb női teniszezőben benne van-e? Hiszen ugye egy nagyon-nagyon neves versenyen második helyezett lettél párosban. Az azt jelenti, nem? Hogy benne vagy az első négyben. Csavaros észjárás. Én így fordítanám. Hát nem érted. Hát a párosban ugyanúgy van rangsor, mint egyesben. Persze. És tudod, hogy a Serena a legjobb a világon, meg a tesója. Az óriás. Az óriás. Én nem tudom, mit teszik, de nagyon nagy darab. Ott azért nem szeretek egy pofont kapni egyiktől se, én láttam most. Hát, szerintem ott Serena család zsebében van a doping ellenőrzés, a vada mindenki. Anyai ágon, Villendorfi. Az nem csak az ab. Bejött a vada, és így mellel összefogta a fejét. Gyerekek, én nem tudom, mit teszik, de óriás. Ládás, a húga nem kapja ugyanazt. Tehát, nem. Hogy ott leszi előle. Meg kell küzdeni minden falat. Tehát a húga nem ezt teszi, csak Serena eszi, vagy azt mondja, az is az enyém. És a húga nem tudja megenni már évek óta. Szóval szegény kis Vénusz, hát olyan csenevésznek néz ki, komolyan mondom, hát féltem, hogy ott a pályán is összeesik. Kétségbe ejtően normális. Gyanúsan rendes. Na, itt van velünk Babos Timi, jó reggelt, hello! Jó reggelt kívánom neked, hello! Sziasztok! Na, hát nagyon mosolyogtatok végig a döntő alatt, én néztelek, ugye még az előző meccsed után még SMS-eztünk is. Mind röhögtetek ennyire? Mert tetszett, hogy ennyire felszabadult a játszotok, de hogy végig röhögjétek szinte az egészet, az nagyon szórakoztató volt kívülről legalábbis. Hát igen, szerintem egy ilyen döntőt csak élvezni lehet, pláne, hogy ti is most mondtátok, hogy azért két elég szép termetű lánycsával játszottunk, úgyhogy tudtuk, hogy ha nem élvezzük a játékot, akkor igazából nincs is értelme kimenni, mert akkor nagyon nagy vereség lesz a vége. Hát ehhez képest még talán bréklabdátok is volt az első szedben, nem? Vagy legalábbis közel voltatok az, hogy elvegyétek az adogatásukat. El is vettük végül. El is vettétek, de aztán utána nem sok sanszot adtak Serena egyéni után is. Nyilatkozta már, hogy nagyon jól ment neki egyéniben, hát párosban szerintem még rárakott egy lapáttal, ennyit én még őt rögtézni életemben nem láttam, amennyit itt a döntőn most. Hát vagy vitte a meccset, szóval Vénusz mellett pedig ő is egy rossz játékos, egyszerűen Serena, amikor kellett mentett, és ő játszott úgy, hogy egyszerűen vitte a tesóját is a hátán. Ő a húg vagy a nővér? Ő a húg, hát illetve középső tesóm, még ott a boxukba lehetett látni egy olyan 25 testvért szerintem. Igen. Na, és milyen volt a centerpályán újra ott lenni, döntőt játszani? Hát ez neked ugye már nem az első párosban. Így van, hát fú, zseniális élmény, ahogy mentünk be már a pályára, megint így a páholyon keresztül, hogy micsoda elegancia, meg minden így uralkodik ott. Csomó híresség ott volt, a Trónok harcából rengeteg színész, meg színésznő ott volt Beckham is, Beyoncé, úgyhogy így mellettük elvonulni így a kis teniszruhánkban egy elég vicces dolog, de amúgy zseniális élmény. Igen, ott a VIP-pálya azért nagyon erős.
Igen. Itthon se rossz egy BB Lalival, meg nem tudom, de olyan, egy-egy vipáha, egy szintiával, vagy nem tudom, de azért ott Ajdú, a vipáha, ami a férfi döntőn is volt, azért az nagyon erős. Aj, de akkor nem mondjad, Feri. Hogy én ugye amatőr tenisz rajongó, tehát ami rám ragadt, én például ezt a, mit mondta, hogy mit szedtek el az előbb? A dogatás. A én már értem. Hogy ezt el kell venni. Mondnak a gumibotot. Mit veszel le tőle? Hogy úgy mentetek föl erre a meccsre, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, hiszen a testvérek, a Williams tesók legyőzhetetlenek, élvezzük a játékot és engedjük el. Lehet így fölmenni egy ekkora mérkőzésre? Amikor ezt egyébként megnyered, akkor wimbledoni bajnok vagy. De nem úgy mentünk föl, hogy teljesen feltartott kézzel, de egyébként mi úgy játszunk mindig a legjobban, ha ilyen mosolygósan játszunk és élvezzük a játékot, úgyhogy a 8 között is a világ elsőket, a Hingis Nézadót is így vettük meg. Hát illetve valószínűleg ez egy kicsit ilyen stresszoldó faktor is volt szerintem, hogyha így lazábbak vagyunk, akkor jobban játszunk, és egyébként szerintem nálam ez nagyon jól bejött, mert én nagyon-nagyon jól játszottam. A partnerem talán picit jobban izgult, de összességében ez biztos, hogy sokat segített. Jó az új partner egyébként? Igen, nagyon-nagyon jó. Szerintem még sosem volt ilyen laza, könnyed párosom, ami most van, úgyhogy én is sokkal nyugodtabban tudok játszani. És a Williams-esok azok tényleg ennyire jók? Majd azért őket is el lehet kapni, ugye a Kerber elkapta az Australian Open-en Serenát, meg korábban aztán volt befogó hálóval is. Én csak nagyon harapott. Az a durva, hogy ezen a meccsen én voltam a legkisebb a magam 180 centiével, szóval így mellettük így nagyon-nagyon elvesztem a pályán. A partnerem is ilyen szép nagyra nőtt lányzó, hát a Williams-esok, szerintem a Serena kétszer akkora, mint én. De egyébként a szakmán belül, vagy a teniszes berkekben, de róla mit mondanak? Szóval a házikoszt. Tehát a mama főzje ennyire erős. Szóval én értem, hogy azért a jó amerikai konyha azért az komment, de hogy így róla így kimondatlanul így megy az, hogy azért őt lehet, hogy valamivel turbozzák, hogy felturbozzák? Hát iszonyat nagy darab, és ő nem volt még ekkora. Hát... Nehéz tudom, neked erre mit mondani? Erre nehéz mit mondani, hát az biztos, hogy az érdekes, hogy azért ennyi kilót ennyire jól meg tud futtatni. Ugye? Igen, iszonyatosan mozog. Voltatok utána a bajnokok vacsoráján? Elmehettek oda ti is ilyenkor? Igen, elmehettünk volna, de én nem mentem, nekem ez lett volna a negyedik, és az vasárnap este rendezik, úgyhogy én inkább hazajöttem, mert végülis nagynéni lettem a héten, úgyhogy inkább hazajöttem a családhoz. Na, gratulálok. Ez egy-egyére ilyet, hát halálosan unhatsz, érted, mert ez a bajnokok vacsi, hagyjad is már gyerek. Menüt is kívülről tudja az ember ilyenkor már. Figyelj, az igaz, hogy amíg, mert tényleg, bocsánat, még egy kérdésre visszatérve a Williams lányokra, hogy a Serena az mindig csak befelé látják menni a vadának az ellenőreit, kifelé már. Utána néhány kiabálás hallatszanak, utána a csendben örökre. Most együtt voltunk doppingon egyébként. Na, komolyan? Meccs után egyből, igen, meccs után. Vagy hát nem egyből, egy-két órára rá sikerült menni. Állva adott mintát? És akkor jött utána. Tudom, milyen mekkora kukija van. Mert ott valami nem stimmel az egészen. Az egészen biztos. Figyelj, és hogy elmentél a férfi öltöző mellett, Roger sírása nem hallatszódott ki, vagy így nem? Júj! Hát ez Istenem, ne is mond. Na, mesélj! De ezt el kell mesélnem, mert egyik reggel fönn telefonáltam pont nővéremmel, és jött Roger, és oda köszönt, és beszélgettünk, és én aztán már teljesen oda voltam, és akkor meccs után, amikor megvertük a világelsőket, az ugyanaznap volt, ő akkor játszott pont a Csilicsa, és gratulált, hát mondom, köszi, de szerintem nem nekem kéne gratulálni, mondom, így kb. Elsírtam magam, mondom, annyira örültem, hogy nyertél, aztán amikor meg kikapott, akkor meg pont jött föl mellettem a lépcsőn, és mondtam neki, hogy mondom, hát egy ölelést esetleg, mert mondom, szerintem én nagyon ki volt készülve, mondja, hogy hát jó, elfogadja. Mondom, úristen, megöleltem Féderet. Nem mondod komolyan, de ilyen közvetlen velük a viszony, ilyen jó arcom. Igen, ez tök jó. Nagyon. Meg volt zuhama, nagyon? Nagyon szegény, nagyon. És utána ment föl így a VIP részre, és ott volt pár színész, meg pár haverja, és ott még pályologni, meg jópofiznia kellett, mondom, szegény, azért annyira biztos nincs sok kedve, hát vannak kötelező programok. Úgyhogy a kezében volt a meccs igazából. Tehát hát ott volt. Figyelj, és amikor itt Szárnyaszegeten sétáltál, akkor így nem hallottad, hogy mondja, hogy pedig Balázs is annyira hit bennem. És csalódást okoztam. Hát én mondtam Balázsnak, hogy olyan ki, de hát aztán lepatítottam. Igen, sajnos.
sem tudtam. Igen, igen, felajánlottad, nagyon cuki voltál, csak sajnos nem tudtam. Nem tudtam megoldani. Meg én mint masször, vagy mint házér? Figyelj, én minden, viszem a táskát, fogom a kulacsot. Figyelj, a kezembe nyomsz egy ütőt, adsz egy badge-et a nyakam, mert én bármi vagyok, érted? Mindenhez értek. Én mind, mindenhez értek. A szolfés tanárom. Na és most mi a következő? Lassan az olimpia, nem? Hát igen, addig még azért van kettő versenyem, úgyhogy még előtte Kanadába meg Amerikába fogok játszani, úgyhogy még van bőven teendő, de most, hogy itthon vagyok pár napot, most viszont mindent el kell intézni, szóval megyek ma ruhapróbára, megyek megint ilyen doppingos előadásra, úgyhogy postára. Még rengeteg ilyen... Igen, feladok ki, eladom a számlát, egy elműcsekket. És utána irány az olimpia, hát azért az egy nagy dolog. Ott is egyéniben is, párosban is, mindenhogy? Igen, igen, igen. Úgyhogy az nagy dolog, nekem a londoni volt az egyik legnagyobb élményem, azért akkor még 18 évesen így találkozni a legjobb sportolókkal, az hatalmas feeling volt, most kicsit más szerintem a dolog, most már azért ismerek több ember, de biztos, hogy zseniális élmény lesz. Mennyit léptél most előre a világranglistán ezzel a döntővel párosban? Hát szerintem visszajöttem így a top 10-be nagyjából. Meg most az új partneremmel is nagyon jó helyen állunk, szerintem negyedikek vagyunk az idei ranglistán, úgyhogy idén is az a cél, hogy tudjunk majd a VB-n szerepelni az év végén Szingapurban. Wow, igen, kemény. Igen, a férfiaknak Londonban, a nőknek Szingapurban. Igen. Olyan jó lenne egyszer egy magyar lány oldalán látni, párosozni. Hát most az olimpián az ugye ott magyar partnerek. Igen, ott ugye kötelező, úgyhogy ott kaptunk lehetőséget, ami nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy ott tudok magyar lánnyal. Hát őszintén, egyáltalán jó lenne, ha magyar lenne a versenyeken, ahol én is játszok, mert én akkor beszélek magyarul, amikor a családdal, meg barátokkal beszélek. Szóval jó lenne, ha lenne több játékos. Remélem a következő években azért majd. Hát most már így a fiatalabb generáció azért jön, nem? Juniorban azt azért így hallani, hogy úgy nyernek. Igen, ezt, igen, nagyon jó juniorok vagy juniorjaink voltak az elmúlt években, hát még nem élem, vagy hát egy-két éven belül, hogyha odaérnének, az nagyon-nagyon jó lenne. Igen, hát mondjuk a felnőtt azért az megint egy nagy ugrás, főleg aztán az ember, amikor top 100-ban van. Jól van, Timi, mi nagyon gratulálunk neked, sokszor, tényleg, nagyon-nagyon szurkolunk, én néztem az összes meccsedet, ugye még SMS-eztünk is, tényleg nagyon-nagyon klasszul játszottatok. Hát ennyire jók a Williams-ek, de hát egyszer hát majd elkapjátok. Nem vesztettek még döntőt, ez volt a 14. zsinórban. Jézus, Atya úristen. Ez mennyire pszichésen ott kell lenni, meg testileg. És a mama a legjobb, aki majdnem elaludt az egész döntőn, elaludt konkrétan, rettenetes élcunyókát, és a lányok megnyerték, olyan unottan, rezignáltan, hétköznapi módon fogadta, és kicsit mérges volt, hogy neki most föl kell állni, hogy vége van, mert olyan jó szunyókát, hogy nem, jó, mondjuk egyénében már 22-et nyerészt, már nem rász ki a idegén érzelmi. Hogy mama akkorát szúnyogkált a páros döntőn, hogy igen, kicsit azt tettem az arcán, hogy miért nincs még egyszer, hogy ne ébreszetek már föl. Igen. Tudom, éppen most a páros döntő, mit egyéni döntő, utalnak egy olyan 2-3 millió eurót, jó, már na, mit nem utam pályát, miért nem aludhatok? Megyünk már valahol egy csilisbába. Ez volt az arcán, mama nagyon kemény. Szörny. Mama is jelentősen kemény. Oké, okay, Timi, puszilunk, gratulálunk, és drukkolunk, beszélünk még. Köszönjük szépen, Babos Timinek, puszi, köszönjük, ciao, ciao. Timi. Hát azért ez egy nagyon nagy dolog, és előbb-utóbb remélem, hogy be is húzzák. Na, játszunk akkor egy jó kis hármas ugrást? Legyen. Forma 1-es játékokért, már itt is van a játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Azt írja, aki nagyon jó, a Williams-ek, de a Mercedes istáló sem rossz. Igen, köszönjük. Hello, hogy hívnak? Ciao. Gábor vagyok, sziasztok. Szia, Gábor. Gábor, hello Gábor, honnan írtál minket? Budapestről. Szép hely, ismerjük, hallottunk róla. Nyaralás volt, mész valahova? Majd augusztusban lesz egy kicsi Egyiptom, és reméljük, nem zuhanunk, nem robbanunk, meglátjuk. Illetve azt mondják egyébként, hogy lefelé így hurgad a marsállam, azok tök ilyen nyugodtak. Hova mentek? Kairó. Hurgada lesz. Hurgada? Hát csak ott, amíg átrepülsz ott mindenen. Ja. De azt mondják, hogy lefelé, a sínaitól lefelé menj nyugi. Akkor jó, akkor nyugodt vagy. Na látod, akkor menjetek gyalog, nem lövik le a gépet. Kicsit hosszú. Stop. Vagy most elindulunk. Itt Törökországról is azt hallottam, hogy nyilván nem Isztambul a környéket, de hogy maga Török Riviera az hát, hogy valami szép biztonságos, és tele van. Hát most aztán a fene se tudja. Ugye nagy béke van a oroszokkal. Ki fog derülni egy hónapon belül. Igen. És búvárkodsz, hogy mit csinálsz?
Nem, én még úszni sem tudok. Ne csinálj! Jézusom, hát Ferivel ezt fájó szívvel hallgatjuk, mióta a gyerekeink vannak. Le kellett tennünk ezt a buvárkodós kérdést, mert egy hetet így nehéz kiütni, de úgy mész Egyiptom, hogy még nem is tudsz úszni? De felveszem a kis mentőmellényt és snorkelezni snorkelezek. Az is szép. Ne, hát sok szépet látszol fölülről. Ez élet néha igazságtalan, hogy azok mennek egyébként, akik úszni se tudnak. Azt hittem nagy búvárparadicsomba, mész, merülsz nagyokat. Fú. Hát figyelj, van ilyen úgynevezett intro merülés, így hívják, és ott Hurgadán is csinálják nagyon sokan. Van magyar bázis is, ha esetleg nem tudsz angolul, avagy arabul. És ha akkor, még nem mentek tönkre. Hát szerintem még valahogy megvannak. Ott például... csinálnak veled olyat, hogy egy kis okítás van pár perc, és akkor egy oktató levisz téged, használd ki a lehetőséget, mert olyat látsz, hogy amit mi nem láttunk még 10 évig. Amíg el nem balhaknak a gyerekek, mi azt nem látjuk. Jól van, oké, na, Forma 1, hogy állunk a Forma 1-jel? Ki menne, te mennél? Vinnél én valaki? Mennék párommal, persze, ő még soha nem volt, én még csak időmérőn eddig. Mm. Igen? Uh-huh. Nagy Forma 1 rajongó vagy, akkor kire drukkolsz? 97-től nézem, én Raikkonen fan vagyok. Hogy áll most a Raikkonen? Csönd van körülötte, mi a helyzet? Hát meghosszabbított ugye a szerződést a hétvégén, marad jövőre is Ferrari-nál, és most harmadik a pontversenyben. Az jó. Dibörgő. Nem rossz, Raikkonen jó gyerek, én szeretem a Raikkonent. Jó, ha úgy érzed, hogy megvan az, ami biztos, akkor lehet, hogy jobb megállni, ezt mi rád bízzuk, vagy tovább mész, de ha elbukod, akkor az sincs meg ugye, amit addig megszereztél. Hát, jó? Végig megyünk, úgy értem. Nagy ördöngösségek nincsenek egyébként egy szimpla Wikipédiával is azért. Össze lehet végig hozni a helyes tisztú válaszokat, csak hát idő. De nem hagyjuk most az internet használatot, vagyis gyorsan kell mondani, ha nem mondod egyből, akkor lefújjuk. Tehát itt nincs az, hogy igen, két szupergold jegyér az ember beüti. Tehát elhangzik a kérdés, és mondani kell a választ. Ha nem tudod, akkor viszont jön a vesztes hang, jó? Oké. Okay. Beugrót kérdeztük tőle? Nem volt. Vagy volt? De volt, igen. Mi volt a beugró? 10 másodperc. 10 másodperc. Tették Rosberget, igen. 10 másodperc. Na, Janinál vannak a kérdések, nálam nincsenek. Úgyhogy Jani mondja is, jó? Na, tehát az első kérdés, ugye? 2 darab háromnapos állójegyért. Hányadik futam a magyar nagy díj az idei versenynaptárban? Hú, pont erre nem készültünk így. Na, akkor mondj valamit. Tippelj egy számot. Gyorsan. Hányadik futam a magyar nagydíj a versenynaptárban? Egy pillanat, mert nincs nekem semmi. Miért nem mondtál egy számot? Hát mondj egy számot. Mondj, tippelj egyet. Mondj egy számot. 12. Nem. Mennyi? 11. 11. Még, egyébként még el is fogadtuk volna, még időn kívül is. Érdemes utána nézni Forma 1-es kérdéseknek. Mindennek. A 11. Nem, úgy készültem mindenre, csak hogy hirtelen, hogy melyik lesz, vagy hányadik lesz, az így nem volt meg most. Igen, ez a 11. futam. Hát most így olyan közel volt. Igen. 11, ez a 12. Meg igen, alig járt le az idő. Értem én, csak mit mondunk holnap után, meg jövő héten, amikor időn kívül van. A jó szívűség az most az állójegyet, nem mondjuk oda. Egy darabot. Egyet. Egy napra. Vagy egy fél nap. Nem, sajnos igazán a fiúk, basszus, tényleg nem lehet. Tényleg nagyon sajnáljuk. Jó, figyelj, kapjon egy mentőkérdést, de nem mehetsz tovább, a két állót viheted el, jó? Jó. Benne jó, vagy? Nincs netem se, persze. Na, jó, csak azért, mert ennyire jó szívek vagy. Mert hét eleje van. Hét eleje van, ezért egy mentőkérdés, 2 darab állójegyért. Tovább nem mehetsz. Ha tudod, ha nem, itt meg kell állnod, ezt elviszed. Oké. Jó? Mehet? Persze. Hány éves most Keke Rosberg? 62 éves, 3 hónapos és 4 napos. Na jó, nem, valami komolyat, jó? Valami, ami exaktabb, a fogalmam nincs, hány éves Keke Rosberg. Hány év volt különbség, van Ellen Prost és Keke Rosberg között. Mi volt Fittipaldi kedvenc étele? A túrós palacsinta. Na jó, figyelj. Na, figyelj ide. De akkor mondd a választ, nem lesz nehéz, de gyorsnak kellene. Melyik Forma 1-es csapatban versenyzett először Baumgartner Zsolt? Minardi. Jól van, figyelj ide te, adunk neked 2 darab állót, mégsem maradjon a nyakunkon, jó? De top, de a szupergold az esélytelem. Jó, oké, persze, jó? Köszönöm. Ez is 3 napra szól, állójegy, Gukkert vigyél, hogy lássál valamit, jó? Jó, emlék, jó. Az állójegyek is jó helyen vannak, és nagyon jó kis hegyek. Oké? Oké, köszönöm srácok, köszi.
Nincs mit. Igazán nincs mit. Na. Te szerencsés flótás, te. Nagyon jók vagytok, ezért hallgatlak tovább. Ó, köszi. Ja, mert egyébként nem hallgatnám. Ne vagyunk enyerezzel. Ne, egyébként pusztuljatok. Egyébként rohagyatok. Állva szemetek. Mind a hárman. Köszi játékot, ciao. Köszi, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó, tényleg csak azért, nem? Mert most csak a hétvormány, meg nem maradjon. Csak a kett, csak a szerdani, csak a csütört. Nem azért, ez külön, ez extra ajándék, ezt nem tartsuk már meg, tudom, hogy kéne neked is, vagy odaadni, de hogy ezt nem adjuk már ki, legalább az állót. Állót oda. Már odaadtunk. Már megvan. Ja, tényleg, de hülye vagyok. Fél tíz múlt, egy perccel. Na most mi van? Hol? Nem tudom. Mivel? Kivel? Velem? Lehet besztop? Mert valami kis technikai zűrünk volt. És mámi. Sok zene tízig, mehetünk. Sok zene tízig. Kiégett a 65-ös izzóan. Eltűnt az archív. Megoldottunk mindent, akkor jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Class FM-en. 3:40. Lesz pontosan 7 perc. A baj van, gyerekek, nagy baj van. Na, így van. Kaks is a pali. Kaks sikerült a paliban. Nem vagy fiam, akkor is eszünk egyet mondtam. Így van. Akkor ha már kikértük, megesszük. Akkor gyerekem. Én, de legalább színhelyes. Ki van fizetve? De az a baj, hogy egyébként igen, szóval, hogy hát nem a Minardinál, hanem a Jordan. Bizony, mert hogy beugrott egyszer. Így van. Ralph Firman helyett. Volt, így van. Kettő Jordan csapatába, Jordanbe. Így van. A Jordanba. Ez egy afrikai szalapikai csapat. Meg is keresztelkedett. Így van. Csak hogy teljes legyen az a baj. Így van. Na most mi van? Hát na most mi legyen, ugye? Ugye? Na hát akkor szerintem döntsön a Feri, utálják őt. Vegyünk el tőle. Igen, mondja ki a Feri a végsőszor. Hogy adjuk oda, most én vissza is vehetem, érted? Az, hogy mi is hülyék voltunk. Így van. De ő viszont rosszat mondott, na! Na, hát na, elfogadtuk. Ez van. Az viszont elfogadtuk. Mi meg elfog? Mi az, hogy nem érdekes? Mert nem jó a válasz. De nem teheted meg egy emberre, hogy nyer két jegyet, és akkor visszahívod, hogy hala, nem nyertél. Hát ezért hívott Elis. Ja, hívd fel a barátnődet. Kicsi csinál. Szóval ezt nem lehet megcsinálni, gyerek. Nem lehet. Ezt mondom én is, hogy nem lehet megcsinálni. Tehát melyik rész? De Mária, melyiket egészet, nem lehet megcsinálni? Az egészet nem lehet megcsinálni. Na most semmi. Úgy tetted föl a kérdést, csak nem jól hallották a hallgatók, úgy tetted föl, hogy melyikben nem beugróként, melyikben kezdett. Baumgartner Zsolti keresztül. Igen? Mit mondott? Hogy tényleg rossz volt a válasz. Minárdi nem. Basszus. Hát ha Zsolt mondja, akkor... Igen. Akkor ma azt mondjuk, hogy én írtam a kérdést rosszul, és ezért fogadtuk el, jár neki a két jegy. Nem vehetünk-e két jegyet egy játékostól, aki fölhívta a barátnőt, és azt mondta, hogy megyünk, kiviszlek a Forma 1-re. Jó, tesó. Jó, oké, tolod. De rossz válasz adott. Szóval én értem, mi voltunk a hülyék, akik elfogadtuk. Hát de... Mert mi voltunk a hülyék, igen, hogy bólogattunk, hogy Minardi. Elmondtuk a hallgatóknak, de hogy egyébként mi fogadtuk el. Persze. Annyira ki akartunk már rakni adásból, mert idő volt, hogy... Jó, hívjuk vissza, kapjon még egy utolsó után. Jó. De ha azt nem tudja. De ha azt nem, akkor tényleg a Csabi fogja visszaírni. Már, mert én már ezzel nem akarok foglalkozni. Anna, beadod még egy kicsit nekünk ez a soha vissza nem érő játékot? Na. Itt van újra hallgató, már is ilyen gyorsan. Haló! Haló, sziasztok! Rossz választ adtál. De rossz volt a válasz. Én meg azt hittem állandó rovatom lesz nálam. Lassan, egyébként ott tartunk egy szignált. Most csak azért hívunk vissza, Gábor, mert mi voltunk a hülyék, akik elfogadtuk téged azzal a reménnyel kecsegtetve, hogy te nyertél kettő darab jegyet. De a válaszod egyébként rosszul. Akkor itt Supergold lesz belőle? Soha nem. Nem adjuk. És ha most nem megy, akkor tényleg holnapra csináltatunk neki egy szignált. Gábor újra megpróbálja. És egész héten te játszanál, tudod, hogy péntekig nem minél egy. Na jó. Akkor az utolsó utáni kérdés. Így van. Mehetünk? Mehetünk. Csak a kiskorú gyerekeidre való tekintettel. Vannak? 14-en. Arrohat én. Jilván. És az egyiknek 6 új van a bal láb. Tudjátok, hogy nehéz a szandát venni? Na jó, de nagyon gyorsan kell mondanod a jó választ, jó? Oké, máshogy nem is tudom. Na figyelünk. Ez most biztos jó. Már mint a kérdés. Oké, fia. Milyen nemzetiségű Max Verstappen? Holland. Nézzek, Janira. Vallon. Nem. Gall, Holland. Így van. Na jó, oké. Na jó, legyen. De csak tényleg azért. Ugye Max, ugye Verstappen és ugye Holland, ugye? Tehát nem így van. Ugye, hogy nem hívjuk vissza többen. Jól van, van 2 darab állójegyed. Most már tényleg... Még egy fél órát ráérek, ha valami rossz hívja. Jó. Isten kegyeltje vagy, komolyan mondom. Ennyi lehetőséget senki nem.
Szia! Nagyon jók vagytok, köszönöm. Jó van, mert tényleg csak azért, mert az unoka bátya a Feri. Családom belül van. Hallgat a gólt, se vonjuk vissza, ha már egyszer megadtuk. Ciao, ciao. Na, jó van akkor. Fekete listára. Hello. Mit meg nem tesz az ember a rokonai? Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Ám érted? Na mindegy, ez van. Komolyan mondom, gyerekek. Nem ígérte volna be nyomottáron azt a nyilázáró cserét, talán soha nem nyer. Na, akkor mutatjuk a nap legjobb pillanatait, jó? Jönnek már, és aztán jövünk vissza mi. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi a tegnap kiordítoztad magam? Tegnap? Mi? Olyan a hangod. Mint ha nagyon drukkoltál volna. Néztem, teniszt néztem leginkább, focit ja, nem, focit aha. nem. Azt láttam még, hogy a Ronaldót nagyon csúnyán elszabálytalankodták, és mondtam, hogy ha ezt a futballt így játsszák a franciák, akkor én ezt nem nézem, mert ez ilyen, nekem ilyen kicsit ilyen gonosz volt, hogy lőjük le a legjobbat, és akkor utána majd nyerünk, úgyhogy baromira örültem, hogy a portugálok nyernek, viszont nem néztem végig. Nem volt egy nagyon-nagyon érdekes meccs. De izgalmas volt. De izgi volt, igen. Hát a döntő máshoz sincs sok gól, nem? Ott mindig ilyen 1-0, hosszabbítás. Igen, ez ilyen tipikus döntő volt. De én is örültem végül, hogy a portugálok nyertek. Én nem, nekem valami nem szimpik a franciák, de igazán nem tudom megmondani, hogy miért nem, de maga, mint a válogatott valami. Biztos nem. Trianon miatt. Nézd, akár erre is foghatjuk. Igen, vagyunk. Tényleg. De nem tudom, valahogy a portugálok egyszerűen szimpatikusabbak. Szimpatikusabbak. Hát nem is feltétlenül a mostani válogatott, de a régi nagyok, a Figo, meg a Eusebio, meg a Deco miatt talán megérdemelték ezt a címet. Király vagy Csabi, Vona Gábor. Most jött egyes. De végignézted? Végig, persze, nálunk a kertben volt egy ilyen nagy... Összejöttünk a zenekarral, és akkor nálunk néztük a Szaletliben a kedvenc szavat. Szaletli! Jó Isten, na a papper! Na és a másik papper! Ettünk, ittunk a Szaletliben. Igen. Volt egy kis jóféle seritalfogyasztás? Megittatok néhány seritalt? Az is fogyott. Azt a begyárját. De nem sokat, csak néhány ibrikkel nyilván. Drága barátom, vezérem, szőröm, nagy uram. Hívjuk a nap hallgatóját már, és hagyd kapja meg egy ajándékcsomagot. Csörrenjünk rá a távbeszélő készülékkel. Csergessük meg jó barátunkat. Leszük meg a lármafát. Azt érek, nem holland-belga. Na jó van. Na tényleg már. Na most már ne. Most már tényleg ne csináljátok ezt. Morning show. Oj, de sokszor van morning. Bocsánatot kérek, nagyon imádlak titeket. Az nem baj. Hello, jó reggel. Sziasztok. Hogy hívnak? Franki vagyok. Franki, ó, Franki, te voltál már naphallgatója, nem Franki? Nem, csak Janit vertem egyszer rommá, fekete-fehérbe. Aha. De aranyosak vagytok, nagyon örülök. Na mit szólsz? Nagyon. Mit írtál nagyon nekünk? Örülök. Hogy kaputelefonnal fotóztam. Hogy kaputelefonnal csinálták a fotót, igen, a szőlőtőkét meglopó. A igen. És még a Google se találja. A Google? Mit? Igen, nem találja a fényképet, tehát nem bírtam utána járni. Ja, hogy nem találja, azért valószínűleg kaputelefonnal csináltak. Igen, jó? Igen. Figyelj ide, te vagy a naphallgatója, Franki. Nagyon szóval. Aranyosak vagytok, nagyon örülök neki. Na látod? Hol hallgatsz minket? Beszélünk. Hol hallgatsz minket? Testen, jelenleg testen, hála jó Istennek. Miért örülsz ennyire? Most szabadult? Hát, hogy itthon vagyok, meg tudlak titeket hallgatni. Nem, két hete jöttem ki a csillagból. Azért örök volt a hangod, vagy Pesten. Vicceltem. Nagyon sokat járok külföldre azért, és ilyenkor, amikor Pesten vagyok, akkor nagyon örülök, hogy hallgatlak titeket. Miért kell sokat külföldre járnod? Mert ez a munkám. Kamionsofőr vagy? Vagy teherautósofőr. Teherautósofőr. Aha. Akkor most jó egy kicsit itthon lenni. Oké, Franki, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyosak vagytok. Köszi, hogy minket hallgatsz. Örülök, hogy beszéltünk. Sziasztok. Hello. Micsoda lelkes ember. Nagyon szeretjük az ilyen hallgatókat. Csabikám, milyen zenék lesznek? Mondj valami jót. Remek hozom zenék? Nektek a Tégdetet. Hát milyen régen hallottatok róla? Hál' Isten. Milyen régen? Pont pénteken raktál be egyet. Az Backseat Boys volt velünk. Nem volt Tégdet? Egy kutya. Van ez a Sigma nevű drum and bass duo, az talán megvan, mert ők most nagyon-nagyon menők. És ők közösen készítettek a Take That-tel egy dalt. Újat? És azt képzeljétek el, hogy a Take That ugye most már csak 3 tagú, mert Robi mellett már a Jason Orange is elhagyta a zenekar, de így már készítettek korábban egy lemezt, de most már készítik a legújabbat, a 8-at, és ez az új dal is rajta lesz, ez a Cry, az a címe.
Jason Orange is kilépett. Hát, mi ez a Sandoz sztori most? Valami két, nem tudom, belga, vagy nem tudom, amerikai, nem tudom. Kanadaiak voltak. Kanadai csat, a reptéren kaptak el, mert felfedezték az öltözőkbe, hogy ott fekszik két eszméletlen lány. De nagyon nem kapták el őket, mert álltak, tovább mehettek. Már hogy a két zenész embert, ugye bementek takarítani, és megtálták a lányokat. Akik eszméletlenül feküdtek a lakó konténerükben, vagy hol. És akkor azonnal hívták a rendőrséget, akik megállították őket a repülőtéren. És van friss hír, hogy már el is repülhettek? És álltak, elmehettek. Tehát, hogy nem ők, nincs hozzá közük. Aha. De hát az volt, hogy ezek rajongó lányok voltak az első sorban, illetve ők fölhívták őket a színpadról be az öltözőbe, hát akkor kinek van hozzá köze? Okay, nyilván igen, ez vádaskodás. Hát ismered, hogy megy ezt az öltözőbe, bárki bemehet. Aha. Egy ízén, egy Balaton szandon próbálj már meg. Hát nálatok is ott maradt mindig egy-két eszméletlen lány, nem Csabi. Kicsit sokáig kéne magyarázkodni. Azért ott egy két cincinguli után azért megnéztem volna, mi van az öltözőben. Szerintem. De az oknik miatt volt. Igen. Ott még a macska is felsít. Az a baj, hogy mi maradtunk ott eszméletlenül legtöbbször. Igen. Hát szegény lányok, hát azért ez elképesztő. Hát ha nem állították meg őket, akkor lehet, hogy nincsenek akkor benne. De mi a fenének kell egyetem bevinni őket, nem? Szegények. Hát, meséljek, hogy miért? Hát igen, de hát azért ez szomorú. Na mindegy, nem értem. De ezt ne értse félre senki. Senki, nem, abszolút nem. A pont ezért hoztam be írt, hogy elképedve olvastam. Pont most egy friss hír az Indexen, vagy hol, hogy feküdt két eszméletlen lányát, elképesztő. Ákos is mondta 9-kor, és vártam, hogy mondja a duónak a nevét, de aztán azt kihagytuk. Na mindegy, hát reméljük a lányok, hogy így van. Igen, én nem ismerem, én nem mozgom nagyon. 4-5 betűs, DPZZ, valami. A lányoknak a legjobbakat, a tettesek pedig lakoljanak meg. Reméljük, hogy jól van nekik. Csabikám, neked nagyon jó munkát. Jó, őket kihúzom a listámról, nem játszom le őket. Nagyon jó. Állítok, azt olvastam most, hogy bár a Sziget is törölte őket. Igen. Tehát, hogy a Sziget is fölléptek volna, de nem lépnek. Hát egyébként nagyon nem nekünk teszel vele szívességet, Csabi, hanem hallgatóknak. Tökre helyes, hogy így reagált a Sziget iroda. 3 perc, a pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám. Mi pedig holnap 6-kor érkezünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.